óra 8 perc, jó reggel, péntek van. Mindenki dörzsöli a tenyerét, alig egy picit dolgozgatni, meg mi, és már jön a hétvége. Valakinek ez pálinkát jelent, valakinek bográcsot. Laci, jó reggelt, szia! Valakinek mindkettőt, jó reggelt! Igen, jó reggelt, Gyuri! Jó reggelt, hello! Hello, Anett, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Sziasztok! Na, hát először is hadd mondjam, hogy a Laci óriási volt, tegnap volt hashtag bocskor felvétel, és brutál jó társaság. Nagyon jó volt. Laci, te nagyon jó voltál. Köszi, Risto Vévi volt, Vályi Pista, Szandi. Igen. Hú, a Szandi végén elszégyelte magát. De nem kínosan, csak úgy, hogy ő nem, hát nem, és mondom, Szandi, figyelj, bármi van, vágast ki. Tényleg, de nekem tetszett. Nagyon jó volt. Nagyon jó volt, igen. Jó, na ez az egyik. A másik, nem tudom, szerintem az SMS-ekkel folytassuk, és akkor abból majd jönnek a másikok. Adjon Isten, barátaim, ma kiteszem a tópartjára a napágyakat, nem érdekelnek a mínuszok, nem adok ki több pénzt, kapszulás D-vitaminra. A McLaren-es bölcs. 8 fokba is lehet napfényt magadba szívni. Abszolút, takarékos. Aztán jó reggelt, bocskor, Tim, tegnap tanultam valamit Imi Aus Kecsó barátomtól. Miután reggel 5 és fél óra várakozás után sikerült lerakodnom a fagyasztott nuggetset Budaörsön, kissé idegállapotba kerültem. Erre írta ő, hogy a pajszer egy nemzetközi kommunikációs segédeszköz. El is szállt minden mérgem. Mosó Magyarovár mínusz 3 fok, Nagykozári fuvaros. Jó reggelt. Jaj, Jóci, a sztárpásztor írt egy nagyon helyeset. Adjon Isten, bocsi, bemondó, picivel hosszabb lesz. Eme SMS tegnap este okés, délután megírtam. Bocsánat, picit hosszabb lesz. Hát ezzel, hogy beírod minden második, mondom, hogy picit hosszabb lesz. A lényeg nem változott, a nyakam nyúljon meg, lassan már évtizedekben számolom, hogy mióta hallgatlak téged, titeket. Na szóval, szentimentális lesz, szólok előre. Ti vagytok a kapocs, aki esetleg segít, esetleg tanít. Jó pár éve, hú, évtizede sokunknak olyan vagy, mint neked annó Topi. Vezet, tanít, de szól, oké, ez most nem igazán így kellett volna. Lehet bonyolult, ahogy írtam, de a dicséret nem csak tőlem jön. Embereket ismerőssé, baráttá tenni, ismeretleneknek segíteni, és aki ezt hallgatja, közben a szemét törölgeti, pici csapat, dehogy is pici, emberséget, humorral, jókedvel, néha nagyon is komolyan. Lehet kissé zavaros ez így. De köszönöm, köszönjük nektek, amit kaptunk, és kapunk. Szép napot mindenkinek, Jóci a sztárpásztor. Jóci, te nem is tudod, hogy ez néha úgy tűnik, hogy milyen érzéketlen barmok vagyunk, de ez annyira jól esik. Nagyon, meg az embernek ez nem jut eszébe. Nap mint nap, hogy tényleg milyen társaság kovácsolódik itt a műsor körül. Igen. És aztán emlékeztettek rá, és akkor ú, tényleg. És itt ez nem is arról szól, hogy a köszönet milyen jól esik, hanem tényleg ez valahogy elismerése annak, hogy azért mi többet csinálunk, mint csak belepofázunk egy rádió mikrofonjába. És mi is így érezzük, de hogy ez átjön, ez tök jól esik. Igen. Ja. Ugye, Gyuri, te is meghatódtál. Igen, nagyon szeretem az ilyeneket, ez úgy hajtja az ember tovább, és még egy lendületet ad. Ja. Jó reggelt, köszi a tegnapi élményt, nagy rajok vagytok, nyomtátok a muzsikámra a repreggelt, de azt a 7 meg a 8-át, azaz inkább a 6 meg a 8-át, kihagytam egy kulcsfontosságú rímet. Sikerül a kosár, jama pont nem, nem baj, bocsi, te vagy a hegyalja úti Jordan. Én nem tudok rappelni, az a baj, mert ezt írt a Bartók Lajos Luigi, aki csinálta a tegnapi rappet. Ez valamikor le kéne ma még játszanunk újra. Hát mert hogy én tojást főztem tegnap, amikor ez volt, úgyhogy amúgy is szeretnék odafigyelve. MP3 lejátszódra felrakom majd az oda. De nem, valahol játsszuk le. Valahol játsszuk le. Legyen ennek azért ez 2 perc. Szóval nagyon-nagyon jó volt Luigi, nagyon-nagyon köszönjük. Tehát akkor sikerül a kosár, jama pont nem. Nem baj, bocsi, te vagy a hegyajúti Jordan. Én nem tudok így. És a Rádió 1-es migráns Adri írt megint. Jó reggelt, végre péntek. Annyira hozzászoktam, hogy veletek ébredek, hogy nem tudom, mi lesz velem a hétvégén. Nem vállalnátok be plusz 2 napot, csak amíg akklimatizálódom. Amúgy kifejezetten jó a migráns élet veletek. Adri, nem tudunk, hát mi is pihenünk. Hát pihenjünk együtt. Igen, tanácsot tudsz kérni azoktól, akik erre mindig panaszkodnak, hogy hétvégén nem vagyunk. Tehát, igen. Hogy lehet átvészelni? Egyrészt. Meg válasz te is, pálinka vagy bogrács hétvégéd lesz. Uh-huh. Egyikkel könnyebb lesz. Nekem Csárdoné. Neked meg Csárdoné. A Csárdoné. Ezek segítenek. Ezekkel ugye elröppen a hétvégén. Egy csúszda. De nagyon. Péntek este felül az ember erre a csúszda, és hopp, hétfő reggel. Igen. Hétfő reggelbe bele katapultálódik. Jó, Anett megírtam. Ma se hosszú. Na jó. De velős. Köszönöm. Mi már a tavaszt éreznénk, de foggal körömmel ragaszkodik hozzánk ez a tél.
Kisebb havazással, élénk széllel, hajnali mínuszokkal és napközben is csak 10 fok alatti csúcsokkal lep meg bennünket. Bár lesz napsütés is, de az ereje még nem lesz acélos, míg a jövő hét eleje is az évszakhoz képest hűvösnek ígérkezik. Mi az évszak egyébként, amiről beszélünk? Hát a tavasz. De ez csak de ilyen meteorológiai, nem a ünnepi tavasz. Nem, hát az ugye 21-én lesz, de az van, hogy már azért nagyon kellene, hogy ne. Ez most melyik tavasz? Ez a meteorológiai, a március 1. Tehát a meteorológusoknak ez már tavasz. Igen. Mi normális halandók, ezt még télnek gondoljuk. Nem, én már tavasz. Én már abszolút tavasz. Ki az a tavasz, ami 21-én kezdődik? Az a többieké? Nem, hát az a hivatalos, ugye, akkor van ez a napi egyenlőség, tehát, hogy... Én értem, de a meteorológusok miért kezdik korábban ezt? Hát, mert ők is szeretnének már hamarabb meleget. Elvileg egyébként 3 hónapig tart a tél, ugye úgy van ez felosztva valahogy. Hát elvileg 4 évenként vannak évszakok, és azok 3 hónappal 12-t elosztjuk még. Mert ez mióta tart már? Ez a tél már nagyon hosszú ideje, mert több mint 3 hónapja. Igaz. De én bírom, hogy Anett megközelíti a tudományt. Szeretem. Igen, a tudomány ne tudja meg. Kázmér névnap van, és 86 éve indult első útjára a Hindenburg nevű német léghajó. Ez az, ami kigyulladt New Yorkban? Ez. Itt a Hindenburg volt? Igen. Aztán 81 éves, hát képzeljétek el, 5 éve leégett a Hindenburg, és akkor született meg Medvecki Ilona. Tehát még alig fújták a Hindenburg füstjét. Már ünnepeltek. És világra jött Ilona. 80 éves Zolán és 71 éves ma Chris Rea. Mi van? Semmi, csak ez az összevetés, hogy Medvecki Ilona és a Hindenburg egyidős. Az... Nem egyidős, épp azt mondom, hogy akkor még... Nem akkor egy még idős a Hindenburg és Medvecki Ilona. Nem hiszem, van köztük 5 év. 5 év között van köztük. Mi? Hát lobogott a Hindenburg, és 5 évig nem történt semmi. Ez aztán jött Medvecki Ilona. Egyszer abban a helyzetben kerülsz, hogy Medvecki Ilonával interjút készítesz, biztos, hogy kezd azzal, hogy Ilona, hát azért ez milyen érzés, hogy majdnem egy idős a Hindenburggal. Nem javaslom. Jó. 56 éve John Lennon kijelentette, hogy népszerűbbek vagyunk, mint Jézus. Uh-huh. És ez óriási felháborodást keltett. Nyilván kelt valakiben a mai napig, és egyébként megint csak azt mondom, a kontextus figyelni, és nem erre a... Persze. Igen. Igen, nem szeretik a Jézus mértékegység. 47 éve Erzsébet királynő lovagá ütötte Charlie Chaplint. Uh-huh. Sir Charlie Chaplin. Erre nem is emlékszem. Hát, hogy emlékezik? Hát éltem 47 éve. Hát... De akkor még nem, te mit foglalkoztál még akkor ezzel, hogy a Charlie Chaplin... Nem, a sztorit nem nagyon tudom. Tehát Charlie Chaplin nekem eleve fekete-fehér. Tehát, igen, hogy nem? Te láttad már színesben? A királynő sem nagyon értette, hogy mit kell csinálni. Ott volt a kezében a kard, egy ilyen fekete-fehér fickó kalapban, meg kis bajuszkával. Igen, és azt mondtam, hogy most üssem vagy ne üssem, ez Hitler vagy Chaplin? Igen. Ugyan, hát a bajusz miatt. Hát a királynő... Én szeretem a megközelítését. Igen. Hát nem, hát két... Figyelj, a fekete-fehér és bajszos. Hát azért attól félsz. Igen. Igen. Na. Persze, ő is kell, hogy félresúgott a királynő, hogy ez biztos, hogy nem a másik. Nem, hogy az kellemetlen lenne PR szempontból nagyon, utána megmagyarázni. Nagyon, nagyon. Na jó, és 145 éve Emil Berliner feltalálta a... mikrofont. Azért kapargatom. Igen, de vártam, hogy meddig csinálod. Én élveztem, hogy nem néztem. Nem tudom, hogy a hallgatók mennyire éveznek kocsiban, vagy nem, bárhol is. Hát ő az, a mikrofon. Itt van nálam. Igen. Itt van nálam. Jó van, nagyon köszönjük. Anett, óriási, óriási, hogy milyen empirikus kutatómunkát végzel. Napról napra. Napról napra. Gyuri, és... elment a lendületem. Igen. Az ív sajnos magas lett. Eger -2 fokos. 5 fok lesz, üzeni Gyuri nektek nappal. Miami 17 fokos, 29 lesz napsütéssel. Tapolca -1 fokos, +6 lesz és napsütés. Szeged -2, 6 fok lesz, napsütés. Budapest +1 már, és +7 lesz, és itt is sütni fog a nap. Nagyon jó. Hát akkor ennek örülni fogtok. Uh-huh. Mert tudjátok, hogy mi nem megyünk el jelentős születésnapok mellett. Nem a net évfordulóira gondolok, hanem amikor mi
tulajdonképpen műsor elemként megünneplünk valamit vagy valakit. És nagyon oda is tesszük magunkat. Igen, várjál, miket csináltunk eddig születésnapilag? Hát Jean-Claude Van Damme-ra emlékszem, igen, hogy őt megünnepelt. Jean-Claude Van Damme. Mikrohullámú sütő. Botmixer tényleg nem? Mert tegnap erről vitatkoztunk. Nem, a botmixer még nem, de még hát nem? Neki is lesz egyszer születésnap. Bizony, bizony, készülj botmixer. David Hasselhoff. Oh. Akkor Tibi bácsit megünnepeltük születésnapján. És tegnap előtt volt ugye John Bon Jovi 60. születésnapja, és mi egy picit elsiklottunk. Efelett egyébként egy hallgató írta, hogy ha Axl Rose-t megünneplítek, például ő is, Axl Rose-t megünneplítek, akkor John Bon Jovit is meg kéne. És azt, ma ezt bepótoljuk. Tehát nyilván megemlítjük majd, hogy 60 éves, de John Bon Jovinak van egy nagyon-nagyon érdekes, hát most ez lehet, hogy egy rossz jelző az érdekes. Szóval egy megdöbbentő, az is rossz jelző. Különleges. Különleges? Ez jó jelző? Hát elvileg ennek természetesnek kéne lenni. Sajnálatra méltó. Ez az. Még ez a jó jelző. De hülye vagy te. A különleges, nem igazi sajnálat. Egy sajnálatra méltó tulajdonsága, ez pedig az, hogy ő a mai napig a gimnáziumi szerelmével él együtt. És általában más nőhöz nem is nyúlt, nem is ért. Ez nem vicc, Dorotea, egyébként tisztelem ezért valahol, hogy... Valahol. Hát de nem, de jó, erről fogunk ma beszélni John Bon Jovi születésnapja kapcsán, mert te itt most mondod, hogy valahol, mert, hát, de gyerekek, hát most mi a természetes? A természetes, hogyha a párkapcsolatok katalógusából olvasod, akkor nyilván John Bon Jovi élete. Persze, de hát ez több mint 40 év. Azért az nagyon. Igen, a Gyuri, meg én... Azt se tudod, milyen az, hogy 40 év. Nem, hát 34 vagyok, honnan? De nem is az, most oké, de az élete nagy részét. Hát bizony. És a Gyuri, meg én, ugye teljesen, mi már nem tudunk John Bon Jovik lenni. Tehát, hogy felnegyedelnénk az életét sem. Igen. Nem. Tehát, hogy a másik oldalon meg ugye van az, hogy nem biztos, hogy az a jó, hogy egyetlen egy a gimnáziumban köttetett szerelemmel éled le az életed. És ez csak vele jó, érintkezel, hogy... csak vele vagy, tehát hogy nem szerzel tapasztalatot. Igen, és nekem erre van egy elméletem egyébként, hogy miért veszélyes, hogyha szeretnétek, akkor majd elmesélem. Légy szíves, és mindenkinek kíváncsiak a véleményére, egyébként közülünk ebben a bagásban legközelebb John Bon Jovi, az a Laci van. Igen. Te 20 évesen mentél feleségül, vagy hogy hívják ezt, férjhez? Nem kerekedett a fogalmakat ismerni, mert nem kerülsz abba a helyzetbe, hogy használni. Ilyen kalandos a múltat, te férjhez mentél, Laci. De én fogalmaztam rosszul. Hát nagyon. De tudod, hogy miről beszélek. Tudom, tehát te miről el beszélsz. Fogod tudni... Arra az általad megfogalmazhatatlan emberi helyzetre próbáltál rávilágítani, amikor egy férfi meg egy nő házasságot köt, igen, ember és Isten színe előtt, és ebben kitartanak egymás mellett hosszú évtizedeken keresztül. Milyen keserűen mondod ezt? Halálod, ez az. Te próbálod rá magyarázni, hogy keserűen, mert nem értitek azt, hogy milyen az, amikor a John Bon Jovi benne van egy döntésben, és kiáll, és igenis az én döntésem, a szerelmem, a feleségem 40 éven át. Értelek, Laci, sőt, el is fogadom. Csak ne felejtsd el, hogy van egy óriási különbség John Bon Jovi és közted. Ő szép, egyrészt, másrészt pedig ő egy nagyon... Az egy különbség, hogy nem vettél levegőt, vagy mi? Nem, a másik különbségre is figyelj. Tehát itt van ez. Nem nevezted meg a különbség. Ez a fájdalmasabb különbség. Most figyelj a pozitívra. Hogy ő egy világszintű rockstar, aki előtt hevernek a combok. Érted? És nem. És elsétál mellettük, mögöttük. Aha. Tehát, hogy én nem vagyok szép, és... Laci, nem örülj neki. Örülj neki, mert tudom, nem vagy... pokol lenne az életem, ha szép lennék. Tehát majd erről mesélsz. Na mindegy, majd mi a Gyurival elmeséljük, hogy milyen az, hogy szépek vagyunk, az és te hallottátok? Majd mesélsz arról, hogy milyen ez az élet, jó? Jól indul a reggel. Megtudtam, hogy ronda vagyok. Nem igaz. Te magad nemében szép vagy. Igyálj kávét. Jó, ez az egyik témánk. A másik, meg teljesen spontán alakult, és ez egy rendhagyó, tényleg nevezük rendhagyónak, egy anyuka írt tegnap, hogy az ő lánya 26 éves, és köszöntsük már fegyen rádión keresztül. Tudjátok, hogy mi ezt nem nagyon szeretjük, mert akkor abból elindul a lavina, de ezt megtettük azért, mert nagyon érdekes volt az a három dolog, amit leírt a lányáról. Egyrészt, hogy Laura, másrészt, hogy 26 éves, harmadrészt, hogy trombita oktató letenyén. És tessék, felköszöntünk, és az, mi van? Letenye hol is van? Hát ott a horvát határnál. Bizony. Ott oktat egy 26 éves, egyébként megnéztük, szép lány, trombitálni emberek. Ez milyen sztori?
Ez elég erős. Nem tudom, lehet ennyi, mekkora igény van a trombita tanulásra. Igen, erre én is kíváncsi. Laura megtalálta a számítását. Ez tök jó. És ráadásul nem is letenyei, hanem ha jól tudom, siófoki Laura. Aha. Tehát, hogy van ebben valami jó szolgálat? Valószínűleg a trombita igényt letenyén ő megérezte, és oda ment, hogy na jó, hát ha ti tanulni akartok letenyélyek trombitálni, én megtanítanak trombitálni. Jó, picit elhűljük a dolgot, de beszélünk Laurával. Fejlük telefonon, mert engem az ő sztória, bennünket az ő sztória nagyon érdekel. Ez lesz a másik. És Vályi Pista szeretne egy picit beszélni a hidrogén üzemeltetésű autókról, mert ugye nagyon-nagyon becsaptak itt bennünket ezzel az elektromos autóval. Egyrészt nincs olyan, ami messze megy, másrészt nem lehet mindenhol is gyorsan feltankolni, tehát eleve nem véletlen nincs elektromos autónk, nekünk sem. Igen, de a hidrogénről meg nagyon jókat mondanak. Hogy az mennyire jó lenne, csak hát elég veszélyes, amennyire én tudom. Robbanékony egy picit a hidrogén autó, de azt mondják, hogy valóban ezé a jövő, de ezzel kapcsolatban egy csomó kérdésünk van. Mi van? Nem a hidrogén autó robbanékony, hanem a hidrogén. Tehát nem mondjuk így általánosan. A hidrogén autó nagyon robban. Hát azért... Hát igen, de nem... Dobáld már meg egy nyitott tangsapkával, egy cipóval. Jó, de nem az elektromos ablakemelő miatt veszélyes, hanem maga a hidrogén. Én, hogyha a Lacikának az elektromos golfját megdobálom cipókkal, semmi baja nem lesz. Egy hidrogén autóban nem ülnék. Na mindegy, ez most izé, majd megbeszéljük a Pistával. Jöhetnek a tegnapi nap legjobb pillanatai? Én várom. Hát igen, a te lenyűgöző rovatod volt, és az, hogy ugye az az összefüggést elemezte egy pszichológus, hogy amilyen filmet vagy tévéműsort nézel, olyan vagy az ágyban. Olyan vagy az ágyban, meg olyan a párkapcsolatod, és ti tiltakoztatok nagyon, de azért találtunk ebben igazat. Mondd, ma mi nyűgöz le, Laci? Hú, gyerekek, de jó, hogy nem fordítva történt. Hú! Micsoda? Hogy reggel hallgattam... Életem nem mondhatom, Szakács Gergely énekelt a retróban, és most meg Pink, hogy nem fordítva volt, hogy akkor volt Pink, és most Szakács Gergely. Ezt köszönöm. Ne. Köszönöm, danke, thank you. Nem mondom oroszul. Nem, ilyen nem lesz. Gracias. Ah. Por favor. De hogy ez a... Por favor, igen. 37 hét elmúlt 3 percet. Chardonnay. Gyorsan egy pár Chardonnay. Tényleg ez lehet egy köszönés. Chardonnay. Hát ezer éve. Madár Csicsergő, szép jó reggelt. Ma van a szülinapom, úgyhogy jár a dupla habos pezsgőfürdő, gyertyafény, te a home office, és persze Bocskor Dolce Vita. Ő a Georginánk, akit annak neveztünk? Hát gondolom, igen. Igen. Jóci a sztárpásztornak a kedves SMS-ére sokan reagálnak, képzeld el. Ez szép volt, sírok. Üzenim mentős, Laci. Nagyon szép volt, igaz. Ahogy fú, de nem bírok korán kelni, nos, ezért tegnap óta fent vagyok. Így végre élőben hallhatom a 608-at. Csillagászati tavasz, jó reggelt. Igen, valaki ki is oktat egy picit, hogy kedves Gábor, vannak meteorológiai évszakok, meg csillagászati, de Google a barátod. Én meg hadd mondjam el, hogy amikor én tudatlannak tűnök, nem vagyok az. Néha csak jó pofiságból játszom. Igen. Na, akkor sziasztok Istenek, Adrinak a rádió egy migránsnak üzenem, hogy hétvégén ne maradjon nélkületek. Másfél évnyi archívum fent van belőletek a YouTube-on. Oh. Tessék felmenni, és egész hétvégén topzódhat Bocskorban. Tessék felezárkózni, köszöntünk a hallgatók között, üdv golfos Tomi. Jó ezt így összeadni, hogy másfél éven keresztül jött ki hang a szánkon. Igen. Sziasztok, abszolút egyetértek Jocival. Pontosan így érzek, én is több évtizede veletek vagyok, illetve velem vagytok. Az utakon nagyon köszönöm, kamionos Mici Mackó. Sziasztok, jó reggelt kívánok nektek. A mikrofon simogatásra azt hittem defektet kaptam. Bocs. Na mindegy, Bocskornél. Bocsi, te szerintem hasonlítasz Bon Jovira. Üdv Trinity. Igen, ezt mondják sokan. Most én is tegnap, amikor is... erről beszéltünk, én néztelek, hogy nagyon. Igen. Lacika, te szebb vagy, mint a Bocsi. Amit ez most te... Köszönöm szépen, hát én belül így gondolom. Persze, én is így gondolom belül. Korán reggel ütöm a csövet a röhögéstől, a német kollégám meg idejött, megkérdezte, jól érzed magad, minden oké? Mondom, igen, csak hallgatom a rádiót, megkérdi kabarét? Mondtam, annál rosszabb. Az lesz, vagy a tesz, vagy nem tudja a hegesztől. Laci, mi az, amit találtál, mesélj? Hú, egy anyuka nagy vitát váltott ki a TikTokon, mert hogy közzé tette, hogy ő azt szeretné, megkérte a férjét, hogyha megvan a harmadik gyerek, akkor ugyan csináljanak már egy vazektómiát ő rajta, már hogy a férjen. Ez ugye, amikor mesterségesen terméketlenné teszik a férfit, mert hogy ha esetleg ők majd később elválnak, és ő így menne erre-arra az életben már, hogy a férfi, akkor ne legyen már több gyerek, jó? Mert azt ő azért nem szeretné.
most mi? Nem válunk, meg minden rendben van, mert a kommentelők rögtön elkezdtek, hogy hú, te milyen egy izé vagy, hogy már a válást tervezed. Nem tervezem a válást, minden rendben van köztük, boldogok vagyunk. Csak ha te rossz fiú vagy, és ott hagysz engem, igen, akkor másnak ne csinálj gyereket erre? Másnak ne csinálj gyereket. Igen, gyakorlatilag ő ezzel szépen így... Ez az ő dolga. Igen, hát a vazektómia ugye az egy olykor megfontolandó dolog. Tudjuk, hogy István tesó barátunknak ugye az egyik kedvenc műtétje és magán szeretné mi hamarabb elvégeztetni. Egyébként nem tudom milyen okból, de a lényeg az, hogy... Mit gátol meg vele. Igen, de hogy el tudom képzelni azt az élethelyzetet, amikor ez valaki eldönti, főleg egy párkapcsolatban. Hát, és ugye akkor... Például, hogyha a nő valami miatt nem akar ő a fogamzásgátlásról gondolkodni, hogy a gyerekük már van, vagy már tényleg elhatároztak, hogy nem akar a gyereket, vagy, és akkor megkéri a férfit, vagy a férfi dönt maga. Mert egyébként a közös programokat meg nagyon szeretik a hálószobában, és ez egy praktikus szempont, de az arra a kapcsolatra szól. De hogy utána, hogy azután mi lesz, hogy a te életed onnantól kezdve, tehát hogy férfiként, vagy apaként te már ne tudj új nővel funkcionálni. Vagy hát funkcionálni tudsz, tehát ugye tehát igen, de hogy ne nemzél gyereket, most alapítottak családot ezek szerint, most született meg a harmadik gyerekük, igen, ugye? Igen, hát hogy most alapították, azt nem tudom, de hogy ők három gyereket terveznek, szerintem kettő van meg, és utána jön majd ez a nyisz, ahogy ő fogalmazott, nyisz, harmadik gyerek után nyisz. Ez talán a birtoklás fogalmát egy egészen új szintre emeli. Teljesen. Hát ez teljesen. Tehát ezt a férfit én kipipáltam a listáról, és ezt a férfit ezt kihúzhatjátok, mert ez nem fog megjelenni sehol nyugi a piacon, vagy a piacon egy ilyen sérült áru. Vagy nem értéktelenné tudom. Válik, olyan, mint egy rohadt barack. Ezt tudod, mint amikor a bankkártyát beviszed leadni, akkor így ketté vágják. Tehát, hogy én tudom. Előre ketté vágta a... Anett, te mondjuk életed pasiával összefutnál, és ő az, aki egyébként az előző párkapcsolatából vazektómiával kellett, hogy távozzon, akkor ő neked értéktelenebb? Hát abban az esetben, hogyha van már gyerekem, akkor nyilván nincs, nem. Hát nyilván akkor nem, hiszen én szeretnék gyereket, tehát akkor valószínűleg nem. Na de szereted ezt a pasit, szép göndör haja van, meg minden, amiről álmodsz. Igen, de én szeretnék családot is. És de nyilván... akkor értéktelenebb a pasi. Számomra, miután nincs még gyerekem, akkor igen, de akinek van gyereke, és már nem akar következő családot, annak egyáltalán nem értéktelen. Tehát továbbadod annak a családnak. Sajnos tovább kell adjam. Itt nincs választásom, Gábor. De gyakorlatilag megcsonkítja értékében mindenképpen. Hát igen. De azt mondja, hogy viheted a férfit, nyugodtan, tied lehet, itt van ez a zárójelentés, azt azért fúzd át. Hogy azért tudjál róla, de amikor mondjuk egy férfitől ezt kér, tehát hogy... Lehet lekamúzni egy vazektómiát? Tehát a csávó tud olyat csinálni, hogy elmegy délután, és este hazajön, és azt mondja, hogy megvan a vazektómiám, és így berakja a hanzaplaszttal, becsavarja az acseszt. Nyilván azért nagyon mélyen nem néz utána a nő. Lehet ezt lekamúzni? Nem hiszem, hogy lerántja a hanzaplaszt, és megnézi alatta, hogy mit hogy raktak össze. De hogy lehet, hogy kéri a papírt, nem? Te tudnál ilyen papírt szerezni? Te mindent tudsz. Hát ha nagyon akarnék, szerintem tudnék. Szerzel jövő héten egy papírt? Hát jó, akár mindegy. Akár az én nevemre, akár a tiédre, amit szeretnél. Hogy elvégezték a vazektómiát rajta? Lehet, hogy ehhez több idő kéne, de szerintem megoldható lenne. Hát segítsünk már ezen a pasin. Ő még él? Vagy... Ja, nem kivégzésre ment, hanem vazektómiára. Lehet, hogy annak élte meg, de azért az nem az. Hát ilyen papírt szerezni, hát ilyet csinálok én a Word-be mindjárt kettőt nektek, hát jó, csak lehet, kell. Hogy a nő meg utána felhívja a papíron szereplő orvost, és akkor majd megkérdezi, hogy mi a helyzet. Szóval akkor egy állorvost is kell adnunk. Igen, hát kell egy hiteles levélcím fej, vagy hogy hívják ezt? Fejlét. Fejlét. Most begépelem nektek. Szent János Kórház, Városmajor. National Vasectomy Institute. The most official. Of Ohio. Tehát igen, tehát valami nagyon komoly. Ezt is lehet, hogy nagyon vasectomy komoly levélfejlett. Of Ohio. És akkor doktornak meg valami indiai nevű, azok mindig olyan... Ah, tényleg. Ugye indiai nevű legyen azok. Rajmir Barid. Nehéz megkeresni. Igen, mit? Hát egy indiai nevű doktor. Persze, hát hogy írod be. Hát beütni a Google-be egy baromi nevű. Na, igen. Szóval ezennel igazolom, hogy hívják a fiút. Az nem derül ki. Igen. Nem tudom. Nagyon rendesen megcsináltam a vazektómiát, itt nem lesz számszivárgás, meg semmi. Pont. Aláírás, doktor Mahatma Gandhi. Egy sétet kell csinálni, doktor Mahatma. Vazektológi gus. Igen. Na jó, hát a másik fele a dolognak egyébként az, amikor mondjuk egy ilyet kér, tehát a nő odalép eléd, és azt mondja, hogy én ezt kérem tőled, hogy
akkor az... Az ember vagy mondja, hogy igen, vagy azt mondja, hogy nem. Nézd, én azt gondolom, és ha hallottam már ilyet, én tudok ilyenről, hogy egy párkapcsolatban, hogyha valami miatt a nőnek a fogamzásgátlás, vagy nem, egészségileg nem, nem tudom, tehát hogy ez kéri. Na jó, de így nem akkor, ezért kérte. Tudom, de hát azt mondtad, hogyha oda lép elém. Tehát el tudom képzelni azt, hogy ez egy párkapcsolatban van, de nem ilyen okból. Hát ez az, mert amikor ő rendesen elmondta, hogy ő ezért szeretné. És akkor a férfi azt mondja, hogy én bebizonyítom, hogy mennyire szeretlek, és igen, veled fogok maradni, de hát az... Tehát ez nem ez egy kényszer, tehát, hogy... Hát ez egy kényszer, de hát ha ez kell a szerelmemnek, hogy hát elhiggye... Jó, persze, ezzel behajtom a fejem a kisállat szerepbe, mikor a kutyát vagy a macskát tavasszal elviszik, hogy ne legyen vele gond majd, mikor megjön az ivaros időszak. Tehát ez nagyjából ez a kategória. Hát igen, ez tulajdonképpen olyan, mintha rárakná azt a tudod a tölcsért, amit a kutyákra szoktak, és annak keze úgy vonulna. Te mit csinálnál? Neked van két gyereked, és ezt kérné tőled pont hasonló okokból. Te mit csinálnál? Szereznéd egy ilyen kamu doktortól, vagy azt mondod, hogy figyelj, én már úgyis végig szenvedtem ezt az egészet, ezzel most nem múlik, elmegyek. Én nem. Elmegyek Békásmegyeri mazektológushoz. Nem, hát... Melyik most? Hogyha nem muszáj, akkor nekem ne nyúljanak a testemhez ilyen. Hát a muszáj az a feleség kérése. De akkor nem, akkor majd megmondom neki, hogy majd vigyázok. Hát én nem csináltatnám meg. Ez semmiképpen. Ez nem fog az ember vagdosni ott az érzékeny részeken magán egy... Hát elaltatnak közben, nem látod. Elaltatnak. Igen, meg Mahatma Gandhi csinálhatná nekik is. Ez sem elég? Ő jó, Ohio-ban. Ohio-inak is meg. Nem éreznéd magad 100%-os férfinak azután? Egyébként lehet, hogy nem. Ugye, hogy mi férfiak így vagyunk ezzel, hogy akkor is, ha már nem akarjuk használni a patronjainkat, azért legyen nálunk. Igen. Nem? Tehát a John Wayne is így volt ezzel. Akkor vége volt a forgatásnak, a patron akkor is maradjon. Ott van a patron nálad. Jó, Laci, köszi. Köszi ezt a témát, ünnepelni fogunk mindjárt a hírek után, méghozzá John Bon Jovi 60. születésnapját. Nyilván majd hallotok ezt egy pici zenét is, de van egy nagyon-nagyon érdekes dolog John Bon Jovi-val kapcsolatban, amit talán nem mindenki tud, méghozzá azt, hogy ő a mai napig gimnáziumi szerelmével, Doroteával él, együtt él, házasságban van három gyerekük, és boldogok, és az egész rockstar életét, amikor 8 milliószor végig turnézte a világot, ő ezt állítólag hűségesen tette meg. Ott hevertek előtte a lányok mindene, és ő hozzá nem nyúlt, közben a banda többi tagja, ott már volt minden, és ő semmi, és csak Doroteához ment haza. Van ilyen férfi? Van, látod, hogy van. Hogy ne lenne. És szerintem nem, ő az egyetlen. Remélem, hogy én is találkozunk egy ilyen. Jövünk vissza, és ünneplünk a hírek után. 7 óra 13 perc, jó reggel, sziasztok mindenkinek, szép napot, meg Laci. Jó reggelt. Hello. És Gyuri. Jó reggelt, hello. És hello. Szia, Anett, hello. Bocsánat, jó reggelt, sziasztok. Szia, Anett, jó. Megint van, és sose halnak ki ezek, akik megkérdezik, hogy miért Anettnek köszönök utoljára. Oké, ezen túl is vagyunk, a válasz archív adásokban megtalálható. És keressék is meg. Keressék is meg. Így van, van egy pár SMS-ünk még. Laci, nagyon lenyűgöző vagy, a telefonom adhok jelleggel minden nap felteszi a kezdőképernyőre, hogy hallgasson meg a Mi nyűgözde Laci rovatot. Kitörölni sem tudom, amíg magától el nem tűnik. Hogy csinálod, Laci? Készpénz. Hát vannak ezek a hacker támadások is, ami Lászlónk nem olyan rossz ebben. Nem olyan rossz. Ugye most ez nagyon pont erről beszél. Égettünk az előbb, hogy hát van egy tudok nyúlni ilyen infrastruktúrákba, mint Instagram, Spotify, ilyesmi. Ennyi. De ezt csinálom, ez hobbim nekem. Jó reggelt, sziasztok! 55 évesen, 40 éve vagyunk együtt a férjemmel, ebből most márciusban 36 év házassága. Mai napig kiválóan működik, a férjem 62 éves, Gyöngyi a túlélő. Szerintem ezt a következő témánkra írta, pedig az egy szüli nap, de nem, abszolút érinti a témát. Az általam megnevezni nem kívánt nevű léghajó is hidrogén miatt gyulladt ki, nem régiben. Most meg autókat akartok hidrogénnel hajtani? Nem. Mi a baj? Fú, nem régiben, ezt jól értem, ez a 86 éve? Hát van, akinek repül az idő, hát most
Nagyon így tűnik. Na jó van, akkor most legyünk egy picit ünnepélyesek. Nagyon jól tudja minden drága hallgatónk, hogy ha egy ikon születésnapot ünnepel, akkor mi ott vagyunk. Akkor mi megfogjuk a kezét, magasba emeljük, magasba rántjuk, akkor is, ha nem akarja, ünnepeljék. Igen, akkor is, ha nincs itt, mi megünnepeljük. Mi, így van. Így volt ez a mikrohullámú sütő. Már pont itt van. Már pont itt van. De emlékeztek, David Hasselhoff. Hát ez abszolút egy legenda, független attól, hogy művészileg mit ér. De mi megünnepeltük. Miért? Hogy művészileg, persze. Te például, hogyha a lakástalkshow mondjuk Amerika szintű lenne, akkor te meghívtad volna a Hasselhoffot a kanapédra? Hát inkább a mikrohullámú sütőt. Na akkor menjünk tovább. Jean-Claude Van Damme, őt főleg Gyuri miatt megünnepeltük. Tibi bácsit, mindannyiunk miatt. Igen. Dévényi Tibi bácsi. És Axl Rose is. Tegnap előtt elkövettünk egy hibát, bár beolvastuk kora reggel, hogy 60 éves aznap John Bon Jovi, de egy hallgató felhívta a figyelmet, hogy azért vele is foglalkozhatnátok egy picit, hiszen a többiekkel is foglalkozhatok. Egyébként 1962. március 2-án született John Francis Bon Jovi. Akkor még egybeírták a nevét, Bongi Ovi, ilyen olaszosan, és abból aztán így amerikanizálta, hogy Bon, és külön Jovi. Na, és az a helyzet, hogy ezért erről a igen, így már megvan. Boldog születésnapot, akkor is, ha nem hallod, John. Atya, hallod és lesz hallod. Így van. Na, szóval, túl azon, hogy 60 éves John, most megtudtunk róla egy-két dolgot, mert ugye picit utána olvastunk, és túl azon, hogy ő a világ 6. leggazdagabb rocksztárja. De mi röhögtök? Röhög itt valaki. Mondd el. Régen volt. Mi volt régen? 62? Azt mondta Laci, hogyha hallod és lesz hallod. Nem értelek most tőlem. Semmi, mondom. Te tisztába ezt a dolgot. Laci mondott valamit. Mondtam közben valamit halkan, hát és még azon nem kuncognak. Ja, értem. Jó, szuper. Párhuzamos showt csinál itt közben. Igen. Jó. Külön megy a Laci show, ami aki arra érzékeny, az hallja is. Én abszolút immunis vagyok. Neked van egy ilyen berendezés, amivel kiszűrödik. Én abszolút szűröm, igen. Szóval, tehát ő a világ 6. leggazdagabb rockstárja, és hát ugye azt tudjuk, hogy a lányok kedvence. Tehát ő egy nagyon jóképű fickó, bármelyik korában egyébként az minden, volt. De ezt minden nő elmondja, hogy úristen, a John Bon Jovi, hogy néz ki, hogy mennyire ez. Hát a saját anyám szerelmes volt a John Bon Joviba. Az vetett véget az ő szerelmének, hogy átszeretett a Richie Samborába. Anyád? Igen. Tehát ő ezen a vonalon közlekedett, hogy... De várjál, hogy volt anyádról? Tehát a Jovi, Sambora, lovász? Tehát ezek voltak a szerelmei? Ja, nem, hát szerintem amikor apáma megismerkedett, akkor John Bon Jovi még... hát az még sehol. De mikor volt szerelme? Apád alatt volt titkosan szerelmes a John Bon Joviba? Ez ő nekem mindig beszélt róla, hogy úristen, micsoda férfi ez a John Bon Jovi, és hú, hát ő nagyon szerelmes belé. Tehát, hogy ez egy ilyen ongoing, egy ilyen folyamatban lévő dolog, az csak aztán Richie Sambora lett belőle. Hát gondoltam, hogy nem tudom. Nem teljesen értem, tehát, hogy gyakorlatilag, hogyha anyád egy picit tovább megy, és megtöri John Bon Jovi házasságát, akkor te most, mit tudom én, Jovi László lennél? Akkor igen. Akkor igen, ez is megtörténhetett volna, tehát annyira szerelmes típus, hogy szerintem elérte volna, amit szeret. Na, nem tudta volna elérni, elmondom miért, mert képzeljétek el, ez talán tudják, talán nem tudják, hát ugye ő bejárta a világot, előtte hevernek a legszebb lányok combjai tárva, és ő nem, ő megnyom ami a lift gombot, felmegy a lifttel a szállodába, és egyedül alszik. Ezt mindenhol itt tette állítólag. Azért, mert több mint 40 éve él együtt, hát most már feleségével, Doroteával, akinek gimnáziumi szerelme. Wow, nagyon szép dolog. Igen, a gimiben ismerte meg, mert valami töridogán, valami puskázni akart a Doroteáról, ő meg nem tudom, neki tetszett, hogy milyen szépen mosolyog, és aztán elment a Dorotea karate oktatónak, John Bon Jovi rockstárnak, és akkor az történt, hogy amikor már rockstár lett John Bon Jovi, de még már azért szerette Doroteát, akkor rászólt a menedzserre John Bon Jovi, figyelj, ne házasodj össze, mert téged a lányok imádnak, és akkor kiábrándulnak belőled. Ez egy ilyen fontos eladási pont a John Bon Jovinál, hogy a nők omlanak érte. Pontosan, hát az abszolút az. Töri órai puskázásra kezdődött, ez elképesztő. Töri órai puskázásra. Nagyon meg lehetett szorulva a John, hogyha belement ebbe a dealbe, hogy oké, segítek, de elveszel. Nem így volt ez. Mondom, akkor már a New Jersey lemez
turnéjának a szünetében elment Las Vegasba Doroteával, hogy egy ilyen gyors kápolnai esküvőt összecsapjanak. Ó, hogy kijátsza a menedzsmentet, aki ezt ellenezte. És képzeld el, hogy nem is volt tanuljuk, hanem a taxisofőr, aki vitte be őket a városba, őt kérték meg, hogy tanúskodjon. Tehát ő volt a tanú. Igen, és gyerekek, azóta boldog házasságban élnek, van három gyönyörű, ma már felnőtt gyerekük, és tulajdonképpen ez így abszolút működik. Itt nyilván megkérdezték tőle, hogy John tényleg hát azért a világ összes csaja odafeküdt volna lovásznét beleértve, hogy ez sose volt kísértés. És azt mondta, hogy azt üzente anyukádnak, Laci, hogy persze nagyon örülök, hogy rengeteg lánynak tetszenek a dalaink. Milyen diplomatikus. Igen, lánynak hívta anyámat. Annak pedig pláne, hogy a jó részük sok helyre elkísér minket, de ennyi. Oh. Nincsen szeretőm, se másik családom egy másik országban, ez lett volna te, vagy a anyád. És boldogan mondhatom, hogy egyáltalán nem bánom, hogy így alakult. Ki se tudnám mondani, hogy Kecskemét, nem? Nem John. Hát nem. Nem tudná, hogy hol van a másik családja. Szerintem a házasságunk azért működik, mert mindig egy irányba húztunk, közösek voltak a céljaink, az értékrendünk. Amikor a hosszú házasságunk titkáról kérdeznek, mindig boldogan mondom, hogy feleségem a titok. Ő az a cement az egy rossz fordítás, nem ilyen, inkább kötőanyag nevezném. Igen. Ő az a cement, aki egyébként tartja az egész életünket, ő az én kősziklám, akire támaszkodhatok. Nagyon. Ezt mondta John Bon Jovi. Gyerekek, ez hihetetlen. Én ebben egyet is értek vele egyébként, tehát ez szerintem a legerősebb alap tud lenni. Amikor a cement? A cement az egy nagyon erős alap. Azt hiszem, hogy használják építőiparban is, de házasságban is nagyon jó. Tehát amikor egy olyan férfi mellett, aki tényleg egy ilyen folyamatos kísértés folyamnak van kitéve, van mellett egy olyan nő, aki a valóságban tartja, aki észnél tartja, és Dorotea szerintem ilyen. Így van. És gondolom nálad is ilyen, mert te is valószínűleg a feleséged viszonylatában eszedbe jutott sokszor a cement. De hadd folytassam a gondolatomat. Kérlek. Kíváncsian várom. De gondolj bele, szóval, hogy ez ennyi koncerttel, mindennel, tényleg egy rockstar, tehát ez ne felejtsük el, mindenek ki van téve, és ez betartotta. Hogy ez jó, vagy ez több, mint 40 év. Igen. Ez azt gondolná az ember, hogy ilyen csak a filmekben lehet. És nem vagyok benne biztos, hogy amúgy ez, most viccen. Hogy ez egészséges. Ez egészséges. Na. Igen. Azt mondja John, hogy ő drogok nélkül is boldognak érzi magát, és alkohol is csak visszafogottan fogyaszt. Így nem volt akkora kísértés. De elnézést kérek, hát azért nem kell ahhoz inni. Nem. Hát jó, de azért tudjuk, a rockstárok hogy élnek. Igen, de ezek szerint ott volt az a kísértés, amivel neki meg kellett küzdenie. Hát hogyne, hát figyelj, turnéznak együtt, a dobosuknak, Tico Torresnek két évig felesége volt Eva Herzigová, a cseh modell, az egyik legszebb nő akkor a világon. Aha. Richie Sambora elvette feleségül az akkor még gyönyörű Heather Locklear-t. Hát van közös gyerekük is, és ő nem, ő becsukja a szállodaszoba, és nem jön ide senki. Jovi Farvízén hullottak a modellek ott mindenkinek körülötte, ő pedig ott ment haza. Igen. Gondolj bele. Lehet, hogy kisebbségi komplexusa volt. Ezek elviszik a jó nőket. Jó, meg... Nem fog szerintetek ez egyszer visszaütni? Visszaütni. Hát az, amit kihagyott, az a sok frusztráció, ami felgyülem lett az évek alatt, ez egyszer nem fog így kitörni? Én azt gondolom, hogy 40 év után már nem fog. Tehát amikor már 60 fölött van, vagy 60 éves, igen, akkor már nem. De ezen képzem, hogy 80 éves, igen, korában egyszer csak azt mondja, hogy hú, de bánom, de másképp. Nehogy azt hitt, hogy ez lehetetlen. El tudom képzelni, hogy valamikor egyszer csak megcsapja a ezt az embert? Ez soha nem csapta meg semmit. Egy izgalmas nő szele megcsapja. Hát 40 év alatt nem csapta meg egyszer se, tényleg. Nem, mert bezárkózott a szobájában. Hát engem megcsap, de nem tudom, hogy... Igen, megcsap. Igen. De téged csapkodhat. Jó, de te kiállsz a szélbe. A Jovi meg bezárkózott a szobájában. Igen, de hát ez iszonyat néz, Gyuri, hát mi például te meg én, mi szépek vagyunk. Igen. Igen. És tudtunk volna így élni? Te tudtál volna úgy, hogy mész föl a düsseldorfi interkontinentál liftjébe, mész föl a fárasztó turnédon a szép arcoddal, és éppen bemegy melléd. A fáradtan is szép arcom. A fáradtan is szép arcom, bemegy melléd egy bombázó miniszoknyában, és azt mondja neked ott, hogy én most veled megyek a szobádba. Hát tudtál volna ellene, most őszintén? Nem. Persze, hogy nem. Hát mondd ki bátran. Biztos, hogy nem. Persze, hogy nem. Laci, ez te... Ez egy iszonyat kemény meló ellenáll. Nagyon kemény meló. Hát ez a rockstárság legnehezebb része.
Ez az ellenállás, és ő meg tudta csinálni. Jó, te is voltál már liftben, csak valószínűleg bácsikkal. De tegyük fel, bácsikkal, és mindig nemet tudtam mondani. De tegyük fel, ugyanezt történik veled. Ugyanezt történik veled, Oszakában a legszebb japán lány oda megy hozzád, és azt mondja, ő ugyanazt a gombot nyomja meg, mint te, és menne veled a szobába. De te, hát te vagy a közöttünk a Bon Jovi. Tehát szépségben mi vagyunk a Bon Jovik, de te vagy a hűségben a Bon Jovi. Tehát 40 éve, hány éves? Ezt ne kezeljük annyira külön, ezt a két dolgot. Szépség, hűség. Igen. Mi 20 éve. Azt hiszem, ez egy reális beszélgetés. De oké. Persze. Általában ezt hiszed. De hát mi 20 éve együtt vagyunk, én akkor szépen mutatnám a kis jegygyűrűmet. Hogy... A japán nőnek a jegygyűrűdet? Japán nőnek pláne mutatnám. Soha nem tudná meg a feleséged. Oszakában vagy. De én tudnám is érezni. Egy éjszaka, másnap már megy a magángép lovász felirattal tovább Hiroshimába. Soha. Azelőtt még feltétlenül azért, igen. Ez 1900 hányban van? Nem, már Hiroshimában én voltam, csak azért mondom, és gyönyörű. Tehát igen. Tehát, hogy senki nem tudná meg. Nem, nekem ez egy elvem, hogy nem. Akkor sem, bármennyire nagy a kísértés, én azt mondom, hogy nem, itt a jegygyűrűm, ez van. Tudod, mi vagy te? Egy satúba zárt jó tündér. Köszönöm. Tényleg, te vagy egy... Nem, én bármit, na mindegy, nem mondom. Ja, nem, lehet, hogy most kiszégyellje magát. A Gyuri meg én, akik tényleg a szégyen katlana előtt állunk. Igen. Igen, most ebben a helyzetben igen. De hát de az a baj, hogy ti ezt nem érzitek át. Te nőként más pozícióban vagy, a Laci meg a külsem miatt van más pozícióban. Tehát mi azért nagyon-nagyon nagyon-nagyon ki vagyunk téve ennek. Ki voltunk téve, főleg az elmúlt időszakokban. Tehát ugye ennek azért nem olyan könnyű áll. Miért baj az, hogy a kísértés kukaca ott van a tengeredben, egy horgonlóg, és te bekapod? Kísértés, beszélő nés. Az a baj, hogy lépten nyomon ott lóg a kísértés kukaca. Ez a baj. Az a baj, hogy lóg. Az az én problémám. Tehát, hogy azt gondolom, hogy ha valaki együtt van valakivel, és igazán szereti, amit a Laci is mondta, tehát eszébe sem jut, hogy őt most megbántsa azzal, hogy nem bántja meg, Oszakában van a Laci. De figyelj, tehát nem tudsz a tükörben nézni, hogyha igazán egybe vagy azzal a kapcsolatban. És te ezt honnan tudod? Hát azért... Azért, mert én is voltam azért... 11 évig, vagy 12 évig voltam én is egy szoros liftben kapcsolatban. De nem rockstárral. Hát egy rockstárnak megengeded, nem? De hogy engedem meg? Tehát egyáltalán nem engedném meg. De nem érted, rockstár, érted? Tehát... De miért több egy rockstár? Azért, mert több csaj van körülötte, és nagyobb a kísértés? Nem a rockstár, de ez a velejárója, ez a kísértés kukac, amiről azért, beszélek. Azért és mindenki felett áll ő. Nem mert... áll felette, adódik. Hát nem tudsz már ellenállni. Hát ez olyan, mint amikor kirakok eléd egy mannert, és te aztán úgyis bekapod. Én biztos nem. De... Nem. Na jó, de minden, de és nem érted meg, hogy a te rockstar férjed elindul a világba, és egyszerűen, ha más nem, csak nagyon-nagyon soká, 3 hónap múlva jön csak haza, és hát nem bírja. Hát ott lenn, oda nyúlok, de nem bírja. Nem bírja, nem sokkal bírja basztus. Sokkal többet bírja. Kell, hogy bírjon, hogyha igazán szeret. Gábor, nem tudom elfogadni. Igazán, az olyan relatív. De Gábor, én biztos, hogy nem tudnám elviselni azt, hogy mondjuk úgy éljek valakivel, hogy tudom, hogy megcsal. Én ezt nem nevezném megcsalásnak. Nem, ezt nem nevezném megcsalásnak. Nem tudod belehelyezkedni ebbe a helyzetbe. Mondjuk te egyébként, hogyha az életed nyilván megváltoztatja egy ilyen döntés, mint a Jovi, ha mondjuk te az első szerelmeddel maradsz, mondjuk a tínédzser szerelmeddel, akkor neked milyen életed lenne most? Hát szörnyű. Hol élnél, mit csinálnál szerintem? Hát remélem, hogy nem az ő lakásában. Nagyon remélem. Hát nem, ez szörnyű életem lenne. Hát nem bírnám. Miért? Főleg mi? Mert ott van, aki... Figyelj, a Gyuri most tette fel a kérdést. Ne szikrázzon a szemed. A Gyuri most tette fel a kérdést. Én tudom, hogy min mentem át. Milyen élményeim voltak. Miket kaptam a jó Istentől. Mi is tudjuk. Miket vettél? Nagyon jó. Miket vettél el a Jóisten asztalára, amikor nem nézett oda? És most gondolok arra, akiben mondjuk szerelmes voltam 14 éves koromban. És most vele kellene, és ezt mind nem kaptam volna meg de a jó Istentől. Más. Így van, pontosan. Mit már? Levest? Ezt nem hiszem el. Kaptál volna a levest 25 évig. Ugyanazt a finom levest. Hát nem értékeled?
végigcsináltál 40 évet kísértésről kísértésre, és mindig elfogadtad a lógó kukacot a horgon, és bekaptad, és akkor most meg ahhoz képest azt gondolt, hogy a másik oldalon csak leves van. Izével. Hát mesélj te erről. Hát mit meséljek róla? Bármi lehet. Mi bármi van még lehet a levesen kívül? Második van? Van második. Szerdánként. És van desszert is. Mi van szerdánként? Szerdánként rizibizi ivólé. Boldog születésnapot, John Bon Jovi. Ezzel ezt akartuk mondani. Ezzel nagyon nagy ember. Ezt akartuk mondani. De nem egyébként, én keresném, hol van a magyar Jovi? Őt keressük. Azt a férfit, most tényleg férfit, azt a férfit, aki egyrészt jóképű, tehát most ne olyanok keresenek meg, akik kénytelen kelletlen maradtak azzal, akit belőle összeakadtak, mert az élet nem ad mást. Tehát az, aki jóképű, és gyakorlatilag tini szerelmével, vagy középiskolai szerelmével él ma boldog házasságban, és rá nem nézett azóta másra. Keressük ezt a hőst, kap egy bocsizacsit tele cuccal. Jó? Jelentkezzen a magyar Jovi, aki tényleg jóképű vagy, drága barátom, tudod magadról, rengeteg kísértés ér, de te a tini vagy a középiskolai szerelmed, de maradtál, boldogok vagytok, nem hiányzik semmi. Őt keressük. Írjatok minden esetre. 0-20-22-22-122. Indul a Hungary Machine. Igen, valaki azt mondja, hogy a gyerekkori szerelmem, hát akkor drogfüggő, nem tudom, mi lennék azóta. Ó, Laci Kávit, előttem is hevernek combok, és mellek sosem eszem kísértésbe pöpi a hentes. Ne, igen. Igen. Van még ilyen, édesapámat, Lacit jelölném a díjra. Anyu 14, apu 17 volt, amikor összejöttek. 19 és 23, amikor összeházasodtak, a mai napig szép emberek. Apuban soha egy percig nem merült fel, hogy megcsalja, pedig katonatisztként sokat volt távol, ahogy most is, vállalkozóként is alkalma is lenne. Amikor egymásra néznek, látszik a szemükön, hogy imádják egymást. 43 év házasság, 47 év kapcsolat. De ez tök szép. Nagyon. Ez tök szép. Gyuri, ne legyél szomorú, ez szép volt. Meg vagyok hatódva, ez nem szomorúság. Ja. Na, és most úgy gondoltuk, hogy olyas valakivel játszunk, aki ebben a témakörben írt. Még egyébként most írt az előbb, még soha nem írtam, de most meg kell tennem, írja. Én 42 éve élek együtt az első gimis szerelmemmel. Most is úgy szeretem, mint akkor. Hát figyelj, akár tudja a megfejtést, akár nem, ő nyer mindenképpen. Itt van velünk a Lajos. Hello Lajos, jó reggelt, szia! Hello, sziasztok! Jó reggelt! Szia, Lajos! Na! Tényleg egy kicsit lámpalázom van, mert tényleg soha nem írtam. Nem baj. Már mindig hallgattalak benneteket. Hát én sofőrködöm már elég régóta, és körülbelül adnak az ártalma az, hogy rádiót hallgat az ember. 89-től talán akkortól kísérlek figyelemmel, vagy hallgatlak, még a nem magyar adást. Hát akkor te hűséges vagy a feleségedhez is, meg hozzám is. Néha napján berágok rád, mert alázod az alkalmazottakat. Aztán mindig azt gondolom, hogy ez a show része, tudod? Egyébként Lajos, az a helyzet, hogy nagyon sok minden a show része. És én imádom, amikor berágnak rám az emberek, csak ők nem tudják, hogy az, hogy berágnak, és az a nekem örömet okoznak. Tehát, hogy igen, de nyilvánvalóan is a Gyuri is, egyébként a Gyuri a leghűségesebb fiú, akit most ismerek az elmúlt egy évben. Tehát ez az egyik. És hidd el, hogy én se... Ezt köszönöm. És az a része is igaz, hogy az alkalmazottja vagyok. Jó, lehet, hogy hirtelen rosszul fejeztem ki magam, de mindegy, a kollégák, munkatársak, és néha úgy áthelyezkedem az ellen oldalra, és úgy látható a másik oldalra, hogy szegény emberek, és mindig, de aztán mindig... Ez a jó, hogy érzelmileg közelítesz a dolgokhoz. Igen. Na de ennyit a boldog házasságról. Most a lényeg az, hogy... Mesélj. Mondjam igen, a lényeget? Hát a lényeget. A 80-ban ismerkedtem meg a párommal, én 14 és fél éves voltam, első látásra szerelem. Ja, bocs. Igen. Első látásra szerelem, és ő gimnazista volt, ő szakközépiskola ugyanabban az iskolában, és azóta együtt járunk, 84-ben esküdtünk meg, és azóta
együtt vagyunk, és jól, azt gondolom, hogy jól, bár néha vannak viharok, de... Na jó, hát az oké. De nem, én komolyan mondom, hogy emelem kalapom is, és gyakorlatilag, hát nyilván nem fogod az ellenkezőjét elmondani, ha úgy lenne, de tulajdonképpen te más nővel nem voltál. Nem, soha. Kíváncsi se vagy? Nem. Az igazság, hogy a kísértés mindig ott van, tudod, de egyszerűen, mikor az van, hogy, és még közel nem kerültem, tehát csak lát az ember dolgokat, de az van, amikor arra gondolok, hogy az én feleségem most is szép, gyönyörű, és imádom, szeretem. De jó ezt hallani. És amikor, tehát nem tehetem meg, csak azt tedd meg másokkal, amit szeretnél, hogy mások megtudjanak vele. És gondolj bele abba, hogyha a te párod sztár, és minden nap valaki lekezelni, és úgy menne haza. Persze, de hidd el, tehát megcsalva én is voltam, tehát ez azért, igen, ez egy olyan dolog, ami rossz érzés. Hát ez egy rossz érzés, persze, tehát az ember átmegy az életében bizonyos dolgokon, tehát én nem, a megcsalást én egyáltalán nem istenítem, sőt, én is azért igyekeztem életemben kerülni a megcsalást, de nem mondom, hogy mindig hűséges voltam. Tehát nem egy jó érzés, teljesen tisztában vagyok, csak valóban a kísértés az olykor, hát felül emelkedik, igen. De te ennek ellen tudtál állni, és ez tök jó. Igen. De mindig azt érzem, hogy amikor jó vele együtt, tehát hogy folyamatosan nyilván van, amikor egyszer-kétszer nem mosolygunk úgy egymásra, de amikor alapvetően jó minden, és ugye már a nagyfiam van, már unokáim vannak, és tök szabadak vagyunk. Tehát együtt motorozunk külön munkára, és imádom ezt. És hány éves voltál, mit mondtam, amikor megismerted a mostani feleséged? 14 és fél, tehát még nem voltam 15. És akkor megvetted az első szexlapokat, akkor nem volt benne... Sose vettem ilyet. Hát majd küldök. Valószínűleg pont az az évjárat megvan, ami neked kimaradt. Lehet, hogy sok minden kimaradt az életemből. De hát ne bánd, hát hogyha így te tökéletesnek, és hallom, hogy mosoly van a hangodban, tökéletesnek érzed, akkor ne bánjál semmit. Én majd elküldöm azért. Nem bánd. Nem, de én szerintem a béke kedvéért úgyse nézném meg, mert aha, ez érdekes. Ez érdekes, amit mondasz. Igen. Figyú, Lajos, ő a magyar Bon Jovi? Ja, abszolút. Te vagy. Te vagy a magyar Bon Jovi, és... Nem hiszem, hogy ez lennék, de... De. És most nem is játszunk, mert túl mentünk itt az időben, viszont megkapod a Bocsi Zacsit egy ajándék sapival, benne bögrével vagy termosszal, ezt még döntsd. Mi megbeszéljük majd, Lajos, jó? Nagyon jó, köszönöm. Figyú, és sok boldogságot továbbra is nektek. Köszönjük szépen. Köszönöm, én is itt meghallgattam. Köszi, hogy elmondtad. Köszi, szia Lajos. Hello, sziasztok. Szia. Hát ez milyen helyes ember. Látod, ez jó volt hallani. Ha valakiből ez jön, akkor nem merül föl még a kérdése, hogy egyébként, ha lenne kísértés, hogy mit kezdenék velem, nem érdekli. Nem érdekli. Most te még miért kentsz rá egy ilyen gicsmászt? Hát ez jó volt úgy, ahogy volt. Mert együtt érzek Lajossal. És akkor még megkened egy kis ízével, cukorszirupppal? Szerintem teljesen rendben volt, amit mondtam. Van, akiben ez jó érzéseket kell. Jó, de ezt miért így mondod? Te vagy. Azért, mert hozzád beszéltem. Ja, persze, akkor van benned mindig a gyűlölet. Jó, figyelj, jövünk vissza nem sokára. Ez annyira nagyon kíváncsi vagyok. Ez az a történet, amire azt tudom mondani, hogy nem tudom, mi lesz, de nagyon kíváncsi vagyok. Tegnap vagy anyukától kaptunk egy SMS-t, hogy köszöntsük fel a lányát. És amúgy ezt nem is tettük volna, mert egy rengeteg SMS-t már söprünk ki. De itt megálltunk egy pillanatra, mert azt írta az anyuka, hogy a lányom 26 éves, Laura, ugye tegnap volt 26, és trombita tanár Letenyén. És próbáltuk így összeszedni a fejünkben az, hogy mi, tessék, hogy Letenye trombita tanár, ki, lány 26 éves, hogy? Ez milyen sztori lehet? Ilyet még életünkben nem hallottuk. Hát ez valaki a horvát határon trombitálni tanít embereket? Erre azt mondtuk elégedetten csettintve, hogy fölhívjuk. Legyen ez így, Laci, ahogy te megélted a tegnapi szerkesztői munkát. Hozhatom a gicsmázat is. Hozd a gicsmázat, tessék. Aj, 26 éves ott trombitál. De ezt nem hallgatom végig. Jövünk mindjárt.
8 óra 12 perc van, jó reggel, sziasztok, hello Laci. Hello Bocsi, jó reggel. Jó reggel mindenkinek, jó reggel Gyuri. Jó reggel. Hello Anett, jó reggel. Jó reggel, sziasztok. Valaki írta az előbb, hogy nagy pelyhelyben esik a hó Káposztás megyeren, ez lehet? Elképzelhető, én ugye mondom folyamatosan, hogy ma bárhol lehet havazás. De azt mondod? Igen, igen, igen. Mindig lehalkítjuk az Anettet, nem? Jó van, nem. Nem igaz, nem igaz. Jó van, mindegy is. Imádlak benne. Én is imádlak. Tudom. Egy pár SMS, és hát főleg ugye még az előző témára. 29 vagyok, nekem két hetente van új barátnőm. Nem vagyok rá büszke, de mindig van valami probléma, vagy egyszerűen csak kialszik a láng. El se tudnám képzelni azt se, hogy hónapokig együtt legyek ugyanazzal. Ugyanakkor egyedül meg nem tudok meglenni, nem voltam még szingli egy hónapnál tovább soha. Talán egyszer majd találok olyan valakit, aki elviszi a szívem. Köszi, ha beolvassátok, szuper a műsor, mint mindig. Anett, egy kávé, kérdezi. Hát két hétre. Két hétre. De 29 éves a srác. Mennyi naív gyerek üzenik még, akik elhiszik a szüleik love story-ját? Ha tudnák, hogy mit művelt anyuk az árás után a közéletben a banános dobozokon a szállítókkal, nagyon megdöbbenne. Igen, ez is egy oldala ennek egyébként, tehát, hogy valaki csak gondolja és hiszi közben. Uh-huh. Meg az is egy koncepciója, azt gondolod, hogy ha valaki ennyi ideig hűséges, az biztos, hogy hazugság. Igen. Mert hogy ő meg nem, vagy őt meg megcsalt, mit tudom én. Nekem nem mondják, olyan nincs. Mennyi irigy ember van, ami az enyém, az a tiéd is, francba az álszent hűséggel üzeni Troki kertesről. Uh-huh. Mm. Nagyanyám az igazi magyar Bon Jovi. Ő tényleg tett érte. És a haja is olyan. Tökéletes a műsor egyensúlya, büszke vagyok rátok nagyon, ezt egy szívecskére üzeni valaki, és Laci egyre betegebb, csak így tovább, nem lehet szavakba önteni, mennyire jók vagytok, bocsi for president, ezt meg Joe a zsaru üzente. Köszönöm szépen. Na, és most valami teljesen más, tegnap reggel jött egy SMS egy anyukától. És azt szerette volna, hogy köszöntsük fel a lányát születésnapi alkalmából, és hát tudjátok, hogy... Elkezdjük viszketni azonnal. Hát igen, mi most már nagyon-nagyon ritkán teszünk ilyet, mert ebből akkor mindig egy ilyen dominó elv alapján mindenki akarja, és akkor már csak szülinapi köszöntős reggeleink lennének. De most tettünk egy kivételt, egyszerűen azért, mert maga az, amit az anyuka leírt, az annyira... kíváncsivá tett, valljuk be. Azt hittem a szürreális szót fogod használni. Nem tudom még milyen szót használok, mert mindjárt beszélni fogunk vele. Mert ugye azt írta, hogy Laura egy 26 éves trombita tanár Letenyén. Tehát itt olyan paraméterek voltak, amik nekem soha nem passzolnának össze az én fantáziámban. Uh-huh. Letenye lány. Ráadásul 26. Trombita. De nem csak trombitál, tanítja is. Tehát, hogy annyira szövevény, nem szövevény, egyszer meg akarom fejteni ezt a történetet, és mi nagyon szeretjük a különleges élettörténeteket, és ezért köszöntjük Laurát, aki itt van velünk. Szia Laura, jó reggelt, hello! Sziasztok, jó reggelt kívánok! Szia. Jó reggelt, hát először is figyelj, egy kis zenemű tőlünk neked, és ez így szól, hogy Happy birthday to you! Happy birthday to you! Happy birthday, sweet Laura! Happy birthday to you! Boldog szülinapot! Köszönöm szépen! Egyébként tegnap megkaptad, vagy utolért az, hogy mi köszöntöttünk anyuka kérésére? Hát igen, reggel még éppen a bágyban feküdtem, azon hallgattam a rádiót, és hát nyilván egyből felkaptam a fejem, hogy úristen! Mit művel anya? Egyébként legyen, hogy Laura 26, igen. Úgyhogy tudtam róla. Úgyhogy... Hát egyből írtam neki, hogy meg ne adja a telefonszámomat. Ja, írtam, hogy meg ne adja, de közben Gyuri már megszerezte tőle. Igen, közben ő már megszerezte, úgyhogy... Aha. Na várjál, beszéljünk erről a trombitáskodásról. Tehát, hogy kell ezt elképzelni? Te, ugye nyilván trombitálsz, te egy big bandben játszol, vagy egy ilyen a letenyei... Katonazenekar. Miles Davis vagy inkább ez a Wagner vonal, tehát hova kell téged elhelyezni? Na, hát én nem játszom big bandbe, szimfonikus és fúvol zenekarban játszottam, most jelenleg fúvol zenekarban játszom, és hát trombitát tanítok gyerekeknek. Aha. Igazából ez a fő profil, úgymond. Ez a fő profil. De és a Miles Davis vonal, a jazz, az nem vonz? Hát nagyon szívesen meghallgatom, de én jazz nem is tanultam meg, nem tudom, az úgy nem vonzott engem sose. Hát a jazz az olyan, hogy tudod, tudod a klasszikus zenét, és aztán iszol. És... Igen, hát
Igen, így is lehet mondani. És akkor lehet, hogy az a baj, hogy nem szoktam inni, és akkor ezért nem vitt el a jazz vonalra. Nem, hát józanon a jazz pokoli. Nem, józanul a jazz az Wagner. Na, figyú, hogy lehet, tehát hogy a trombita? Vagy azt lehet hallani, hogy valaki gyerekkorában elkezd hegedülni, vagy gitározni, vagy furujázni, vagy, de a trombita, főleg egy lánynál, hogy jött ez a hangszer képben állat? Gondolom gyerekkorodban volt. Igen, én amikor az általános iskolát elkezdtem, akkor a zeneiskolát is párhuzamosan beirattak a szüleim, és igazából én angol a zeneiskolában a tanár személyét választottam ki, hogy kinél szeretnék tanulni, uh-huh. És hát mondták, hogy csak részfúvós hangszereket tanít, és így lett a trombita. Hát igazából nem hangszert, hanem tanárt választottam. Egyébként ez tök mert jó, mert... nagyon szimpatikus volt a tanárbácsi. És ez tök jól tetted, pont egyébként tegnap beszélgettem a lányomról hasonlóan, és mondom, nézd meg, hogy milyen a tanár, és hogyha ő jó feje, uh-huh. Akkor jó lesz az, amit csinál. De, és akkor jó, akkor trombita még mindig nem, mert ugye hát a részfúvós hangszer, akkor súlyra mentél? Tehát, hogy ne kelljen egy szakszofon cipelned? Hát nem, hanem ugye bemutatta, hogy milyen részfúvós hangszerek vannak, ugye a trombita, vadászkürt, tenorkürt, harson, a tuba, és hát így 7 éves kislányként talán így a trombita állt hozzám a legközelebb. Hmm. És akkor így ezt választottam ki. Te is akkor valamikor lesz az embernek trombitás példaképe? Tehát ugye gyakorlatilag az összes trombitás, akit én tisztelek, az színesbőrű, kivéve Lagzi Lajcsi, de ő nem olyan nagy, tehát azért nagy szakadék Miles Davis és Lagzi Lajcsi között. Tehát, hogy... Hát igen. Igen, de egyetértünk valamiben. Igen. De hogy van-e az embernek, kialakul-e, amikor hangszert választ után egy példakép? Hát igen, nyilván voltak egyébként trombitás példaképeim, de én annyira megragadtam ezt a tanári vonalat, hogy nekem minden mai napig a tanárom, akitől én tanultam, ő a legnagyobb példaképem, és ha lehet így mondani, a legnagyobb támaszom is ebben az egészben. De aranyos vagy, hogy hívják, akkor nevezzük már őt nevén. Őt Budai Attilának hívják, és a Balatonföldvári Zeneiskolában tanít, még a mai napig is. Úgyhogy továbbra is ő, és neki nagyon sokat köszönhetek. Na, oké, hát akkor aztán szépen elkezdtél cseperedni, és ugye az ember ilyenkor elkezd gondolkozni a trombitájával most hova. Tehát, hogy mit tudom, felmegyek Budapestre, és akkor ott nagy művész leszek, vagy elmegyek esetleg külföldre. Én úgy tudom, hogy siófoki születésű vagy, Balatonföldváron jártál suliba, és aztán mentél Letenyére, volt igény trombita oktatásra? Hát azért nem így indult. Ugye először elmentem Pécsre középiskolába, ott szintén egy művészeti gimnáziumba mentem, ahol a trombita szakot végeztem, onnan pedig felvételiztem, mert először volt egy kis kitérőm a Gráci Egyetemre, szintén trombita tanári szakra, csak aztán onnan hát a honvágy és a szívem nagy részben hazahúzott, és utána Pécsen, a Pécsi Tudományi Egyetem Művészeti Karán végeztem el a trombita tanári szakot. És tavaly júliusban diplomáztam, úgyhogy tulajdonképpen még azért a pecsét meg se száradt azon a papíron, és akkor így kerültem utána a Letenyére. Igazából onnan kerestek fel. Ja, ott volt igény trombitálásra? Hát megürösödött a zeneiskolában egy részfúvós tanári állás. Igazából nem csak trombitát tanítok, tehát most nálam ugyanaz a helyzet van, mint annó a tanáromnál, hogy én tanítok más részfúvós hangszert is. De minden olyan hang, tehát olyan részfúvós, amiben prüszkölni kell, ugye? Tehát nem az a... Hát a... Igen, jó, tudod. Várjál, jött egy SMS egyébként most, hogy felkonferáltuk, hogy jössz. Azt mondja, sziasztok, amikor volt Laurának a diploma koncertje, akkor én voltam a barátja. Sajnos csak egy hónapot voltunk kapcsolatban. Igen, bocs. De majd, mivel ő Kőröshegyen lakott, én pedig Debrecenben. De minden hétvégén leutaztam hozzá, hogy együtt legyünk. Utóirat nagyon szépen játszott a koncerten, bánom, hogy megszakadt a kapcsolatunk a távolság miatt. Jó, nem kell. Köszönöm ezt a kedves SMS, Dávid. Igen, volt ilyen. De csak jót. Letenyéről üdvözöllek, azóta még messzebb kerültünk egymástól. Azóta még el sem mit? Messzebb. Azóta még messzebb kerültünk egymástól. Jó, hát igen, valószínűleg. De nem mindegy, ez kedves, alá se írta, nem is akar semmit, csak nagyon kedves volt. Jó, tehát akkor hány gyereket tanítasz trombitálni Letenyén?
Hát jelenleg 20 növendékem van. Várjál, Letenyén megnéztük 4000 lakosú, ugye? Uh-huh, igen. Tehát az gyakorlatilag... Igen, de a környező településekről is járnak hozzánk, nem csak letenyeiek. Értem, de akkor is nagyjából Letenyén 5%-os igény van trombita tanulásra. Igen, tehát mire 200? Vagy 5000-es? Vagy, nem, 5%-os. Százalék. Igen. 5%-os igény van trombita tanulásra Letenyén. Igen, hát ez óriási. Talán csak budapesti jó meg félegyháza. Most, hogy így futtatom a trombita tanulási számokat. Igen. Na, hogy néz ki egy trombita óra? Tehát ha az első alkalommal elmegyek hozzád, akkor mi mit csinálunk? Hát először is beszélgetünk egy kicsit, nyilván elmagyarázom, hogy is működnek ezek a funkciók. Tehát a hangszer funkciói. Igen, meg nyilván egyébként először a légzés technikával foglalkozunk, uh-huh. A picikkel főleg, mert mondjuk azért az általános iskolás gyereknél azért fizikálisan se feltétlenül vannak még olyan érettek, hogy egyből egy trombitát odaadjak a kezükbe. Tehát, hát igen, hát belevörösödik a feje. Hát igen, meg azért náluk, például nekem is van most is több olyan elsősöm, ugye, aki épp fogváltáson esik át, és azért fogok nélkül kicsit nehéz a dolog. Tehát másod szó pénteken, mint szerdán. Igen. Igen, vagy egyáltalán nem szól például. De, ja, hogy egyáltalán nem szól. Tehát nem az, hogy ciszből csinál egy F-et a fogatlan fiú, hanem hogy nem szólal meg a hangszer. Hát nyilván vannak ilyenek, persze, hát ők azért még picik, most cserélik. Úgyhogy első körben, hogy az órák első néhány hétben csak így a légzéssel, meg így az, hogy lesz majd a szájtartás, meg az ilyesmivel foglalkozunk. Ez lehet, hogy picit unalmas nekik ilyesre, úgyhogy igyekszem mindig valamivel így, akár szoktunk valamilyen kis zenei játékokat csinálni, vagy rejtvényt fejteni, vagy ilyesmi. De helyes. Kicsit érdekesebb legyen nekik, hogy ne csak azt, hogy most nem már megijöttem, és akkor most itt légző gyakorlatozunk. De jó, akkor most én vagyok a fogatlan Ferike, te tanítasz engem, és most nem fújhatok, ugye, mert nincs fogam, majd egy év múlva, viszont... hát azért nem vagy év múlva, hát nyilván azért között elindul az a folyamat, azért reméljük egy évig senkinek nem nő vissza a foga, hanem olyan lassan. Én nem tudom már, rég volt, de figyelj, van egy kérdése, Ferikének van egy kérdése, tanárnő. Azt szeretném tudni, hogy lehet az, hogy három billentyű vagy gomb van, vagy nem tudom mi ezen a trombitán, és mégis az összes hang kijön rajta. Na igen, ezt meg szokták kérdezni a gyerekek. Hát nyilván használunk billentyű kombinációkat, ezzel a három billentyűvel is, illetve a szánk az, ami segít meg, úgymond az intonációban, meg a vannak olyan hangok, amihez ugyanazt a billentyűt használjuk, ott a szánk van segítségünkre, hogy mégis magasabban vagy mélyebben szólaljon meg. Hát de hogy lehet eltalálni ezzel a prüszkölős szájjal egy konkrét hangjegyet? Tehát hogy tudok én egy C-t prüszkölni magabiztosan? Hát úgy, hogy van egy nagyon jó trombita tanárod, aki nagyon jól beállítja neked, hogy lesz majd a szádnak jó pozíciója ahhoz, hogy meg tudsz szóltatni ezeket a hangokat. Nincs jó trombita tanárom, az enyém Letenyén van. Figyú, látom, hogy van egy francia bulldogod, vagy ő nem az? Igen, a képen. De igen, nagyon örülök, hogy nem mopszot mondtál, mert azonnal is tettem volna a telefont. Ne nekem köszönöm, mert itt van velünk Kriszti, aki szerkesztő, társszerkesztő. Ja, hát segítség van. Hát, hogy nem neki, baj, mert neki is francia bulldogja van, azért. Igen, van egy francia bulldogom. És ő mit szól ahhoz, amikor megfújod azt a hangszert? Hát szokott így, hogy is mondjam, énekelni rá, vagy nem tudom. Tehát kiváltja a kutyából ezt a reflexet? Igen, most már mióta tanítok, kevesebbet gyakorlok itthon, de például amikor az előbb említett diplomakoncertre készültem, akkor sokat gyakoroltam otthon, és akkor ő mindig ott van egyébként. Olyan is volt, hogy csak simán aludt mellettem, de van, hogy így kiváltja, és akkor így énekelget alá. Te is, bocs, hogy ezt megkérdezem, hát ugye Dávid már messze van, de hogy ha leülsz egy pasival is ismerkedsz, és mit tudom, hogy dumáltok erről, arról, majd ugye nyilván felmerül a kérdés, hogy te mivel foglalkozol. És te elmondod, hogy trombita, tehát trombita. Akkor mi az általános reakció erre? Hát általában
mindenki meglepődik, ugye, de most nem csak egy pasi, hanem bárki mással is, hogyha elmondom, hogy mit csinálok, akkor ugye tátva marad a szája, meg ugye hát vannak ezek a nagyon vicces, elcsépett kérdések, hogy és abból az Zolis című sztori. De, jaj, ne, de, tényleg? De általában azért mindenki meglepődik, és ennyi. De ez olyan szépen pari, hogy abból az Zolis című. Tehát ez nagyon jól csináltad. Hát de tényleg, ez az igazság. És ezt tényleg még mindig poénként tolják a pasik? Persze. Most... Istenem. És ez milyen jó, hogy nem látszik a fickónak, akivel elmész randizni, hogy ő valószínűleg ezt el fogja sütni. És ha elsüti, hát szép. Elsüti, az már egy no-go, tehát akkor mehet. Hát, igen. Abszolút. Na jó van. Van-e, hát tegnap volt a szülinapod, de van-e például vágyálmod, akár valami olyan trombit, amit nem tudom, a hegedűt, mint a Stradivari, vagy a Steinway a zongoristáknál, tehát van-e olyan vágyad, ami ha egyszer a tiéd lehetne? Hát trombitában igazából úgy nem nagyon van, nagyon szeretem a jelenlegi hangszeremet, azt pont a koncertem előtt vettem, úgyhogy jó, nem. Akkor az nincs, van-e karrier szempontjából? Hát igazából a karrier szempontjából nekem az a legnagyobb célom, hogy minél több gyerekkel tudjam megszeretetni ezt az egészet és életben tartani ezt a zeneiskolai életet és hangszertanulást, mert hogy ti is néztétek, azért elég alacsony a százalékos aránya annak, egyre kevesebb van. Nekem ez az elsődleges, legnagyobb célom. Nagyon-nagyon jó fej vagy. Jelentkezzetek! Csak mondom a többieknek, Letenye és környéke, menjetek, küldjétek a gyerekeket trombitálni. A legjobb trombita tanár dolgozik ott. Laura gyönyörű is, aranyos is, és még érti is a szakmáját. Ugye? Köszönöm szépen. Mi köszönjük neked, Laura, nagyon köszönjük, hogy beszélgettél velünk, és sok sikert váljon valóra az összes álmod. Köszönjük szépen, boldog szülinapot még egyszer. Nagyon szépen köszönöm nektek. Sziasztok! Puszi, szia! Hello, hello! Köves Laura! Részfúvós tanár! Tudod, hogy mit bírok benne? Na. Hogy... tök normális és tök reális. Tehát ő nem azt mondja, hogy ő egyszer a Madison Square Gardenben akar játszani, és ez a nagy álma, és gyakorlatilag végig frusztrált marad, mert nem éri el, hanem ő szereti a zenét, szereti a hangszerét, de igazából ő tanítani akar gyerekeket, igen, gyerekeknek átadni a zene szeretetét. Nem és szép? Hogy minél többen szeressék a zenét, meg igen, ez nagyon jó. Jaj. Aranyos volt. Na, gyerekek, akkor gyors egy kérdés, szerintem nem mindenki találkozott trombita tanárral, de biztos, hogy találkoztatok szokatlan foglalkozású, vagy hobbival rendelkező valakivel az első randin. Tehát, hogy meséld el, amikor első randira leültél valakivel, dumáltatok, vagy találkoztatok bármilyen formában, és olyan szokatlan volt a foglalkozása, vagy a hobbija, hogy dobtál egy hátast. Nem nézted volna ki belőle, vagy tényleg annyira váratlan volt? 0620 22 22 122. Ez a bocskó. 3-9-3 perc múlva, na, többféle reakció van, egyik reakciócsoport Laurára, a másik reakciócsoport pedig ugye arra a kérdésre, hogy amikor randiztál, mi volt az, amivel a randi partnered foglalkozik, vagy a hobbija volt, amitől hátas dobtál. Igen, Sándor például írta a Facebookon, hogy az ő ex-e református lelkésznek tanul, de amikor megismerte, akkor rendőrnek. És ez nő, ugye? Tehát, igen, hogy a Sándor ír, véletlenül nő. Tehát rendőr volt, majd református lelkész. Hát annak és tanult, de aztán tanult. Kiugrott rendőr, és református lelkész lesz. Honnan ugrott ki? A rendőr. A rendőrből bele a templomba. Azt mondta, elég volt, én nem akarok ilyen lenni. Aha. Na, jöttek ilyen SMS-ek is, hogy tisztelet Laurának. Ennyire röviden és tömören. Aztán, bocsi, a szakszofon fafúvós hangszer, egy gitáros lány Nagykanizsáról üzeni ezt nekem. Többen üzenték, mert nyilvánvalóan arra céloznak, hogy az, amit megfújsz, tehát annak is van egy szakszava, de ott egy nád van, vagy valami. Igen. Vagy, tehát, hogy és a szakszofonban van. És a szakszofonban van, olyan trombitában, kürtben, tubában, ilyesmiben nincsen. És mivel az rezeg, ezért gyakorlatilag egy fadarab szólal meg, nem maga a fém. Tehát nem a hangszer test a fém. Ami nekem egy picit furcsa, mert hát az egész teste a hangszernek igen, arányaiban rész. Is több benne a réz, mint a fa. Tehát, igen, hogy azért, aki ezt elnevezte, azért na. Kíváncsi vagyok, hogy például ugye az angol szóhasználatban brass, tehát ugye a réz, így hívják azt a hangszercsoportot, ami ugye a rézfúvós hangszerek tulajdonképpen. Hogy ők vajon a szakszofont bele sorolják-e, vagy sem?
Igen, vagy hogy mondjuk egy ilyen nagy zenekarban átültetik a szaxofonost a oboások közé, mert egy ilyen fafúos az. Igen. Na, bocsi, nem, Laci. Laci, azok az apró szösszeneteid zseniálisak, Jóci a bordiller. Köszi. Sziasztok, nagyon sokan írták, hogy 4000-nek a 20 fő az 0,5%-a, valaki azt mondja, hogy 5000-eléke. Nem tudom, a gyerekek olyan mindegy. Olyan mindegy. Azt hiszem a 0,5% az az 5000-elék. Így átváltható. A 0,5% az 5000-elék? Igen, akkor... nem század, hanem ezred. Laura kell nekem. Iszonyat jó fej, szerelmes lettem. Nekem már nincs fogam, de az ő kedvéért bármit megtanulok. Meg volt a nagy utolsó fogváltás, amikor nem jön helyette más. Hát ez elképesztő aranyos sztori volt, ezért vagytok zseniálisak. Nagyon cuki hangja van a leányzónak. Akkor jó reggelt, el a kezekkel Laura nénivel. Mi nagyon szeretjük őt, Kari a tubás. Ó. Hát igaz-e vagy sem, ezt nem tudom. De nem, én azt gondolom, hogy néha lehet egy sztorit csinálni abból, ami egy hétköznapi történet tulajdonképpen, tehát nem kell mindig celebritásokkal, meg a világ nagy dolgaival foglalkozni, ez egy nagyon-nagyon helyes történet. Én legalábbis nagyon kíváncsian hallgattam őt. Aztán Letenye és környéke, ne hülyeskedjetek, ezért a csajért Tihanyig lerágnám a nádat. Jó, sziasztok, rajtam lepődtek meg, mikor megmondtam, hogy elhunyt szállító vagyok. Ez érdekes, hogy ők így fogalmaznak, nem? Szerintem ezen lepődtek meg, hogy így fogalmazol. Elhunyt szállító. De mit férlefáncozó, halott szállító vagy te? Halott szállító, halott kocsis. Nincs ebben semmi. Nincs. De persze, ja, hát amúgy igen. De úgy értem, hogy persze, bátran mondd el, hogy mi vagy. Azt mondja, a barátom régész, aki Hot Wheels kisautókat gyűjt. Ó, milyen csalódott lehet, amikor elmegy egy ilyen római kori ásatásra, és egyet se talál. Vagy az a csalódás, hogy elmegy a római kori ásatásra, igen, és ott a kis ecsetével porolja le, és egyszer csak egy Hot Wheels van a kezében. Az is. Akkor szervusztok, 16 évesen a srác, akivel ismerkedtem, megkérdeztem, milyen szakmát tanulok. Mondtam, varrónőnek készülök, és te, erre a válasz, én is. Zsák a foltját. Ja, ez remek, nagyon jó. Na még egy, ez az utolsó, az én lányom, üzeni valaki, az én lányom csellózni tanul, és most jelentkezett egy művészeti gimibe, zenei pályát választotta le a kalappal a művészeti iskolában tanító pedagógusok előtt. Ez nem munka, ez hivatás. Eszméletlen, mit megtesznek a gyerekekért és a tehetséggondozásért. A legjobb közeg, amit a gyerekek, amiben a gyerekek lehetnek, gondolom, így akarta írni, puszi Évi. Köszi Évi, ez milyen érdekes, hogy ugye nagyon sokan azt mondják, hogy a sport az nevel, az a közeg, ami az életre tanít. Lehet is, hogy így van részben, de az, hogy a művészeti oktatás abban a pedagógusok, akik nyilván egy picit művészek is, egy teljesen más szemléletet adnák át a gyereknek, amit viszont sehol máshol nem kapsz meg. Hát az egészhez való hozzáállás, mert nyilván nem csak a hangszert tanítja meg kezelni, hanem azzal a teljes kultúráját hozza, hogy mi az, hogy zenélés, hogy meg mi van-e mögött, meg honnan jön. Úgyhogy tényleg le a kalappal. És hát olyan érzelmi csatornákat nyit ki, legyen az képzőművészet vagy zeneművészet, amit amúgy egész életedben zárva maradna. Igen, nagyon fontos. Ez a legnagyobb dolog, amit az ember egyébként a gyerekének adhat. De jó, hogy erről beszéltünk meg, hogy Laura itt volt velünk. Úgy nem, mi sem gondolkoztunk volna el ezen. És a Gyuri se könyörögne mindjárt, hogyha kikapcsoljuk a mikrofont, hogy bocsi, vigyél ezen a zeneiskolába. Vagy ez zenetanáról. Íros be zeneiskolába, bocsi. Milyen hangszert szeretnél? Szaxofon, nagyon. Nagyon. Igen, veszel is nekem? Veszek szaxofon. Kösz, papa. Hát akkor megértem, a reggel már fel. Jövünk egy hangcsapdával. Mi van? Hát is ilyen lehetok kézzel. A Gyuriból szaxofonos lesz. Gyuri azt mondja, hogy a szerdánként most nem érek rá, gyorsabban el kell mennem, mert megyek a szaxofonórára. Nézem, mennyibe kerül egy szaxofon. Gyuri, ne törődj az árával. Kezdő hangszert veszünk. Szerettem volna hallani. Ja, kezdő hangszert? Hát kezdő hangszert veszünk. Hát ilyen 20 cent is lesz, ne aggódj. Műanyagból is a cirkuszban. Színes. Veszek hozzá vattacukrot is. A hangcsapda. Így van, ismert ember hangja egy kicsit megkavarva, úgyhogy majd megmondjátok, hogy ki az. Nézzétek meg, puskázzatok a Facebookon, mert már kim van, és amúgy meghívjatok 0620-22-22-122. Ez mi? Ez olyan, mint a hangcsapda. 9 óra lesz 8 perc múlva. Fú, milyen sztorik jönnek még. Ilyen meglepetés foglalkozásokkal. Gyönyörűek. Nézzük is. Sziasztok, megismerkedtem egy gyönyörű egyetemista lányjal. Angyalarcú, szőke, kékszemű,
Claudia Schiffer típus. Amikor hetekkel később felmentük a lakására, akkor dobtam egy hátast. A hálószoba tele volt mindenféle szadomazó kellékkel, még egy András kereszt is volt a falon, bilincses láncokkal. Elmenekültem, sose kerestem ezután, Zoli Agárd. És mi volt a foglalkozása? Egyetemista. Ja? Egyetemista és angyalarcú, tehát hogy ez a teljesen szelíd-szolíd külsejű lány volt, és ez lepte meg őt. Így csak az a kérdés, hogy én megértem az ilyettséged, de hogy az ember akkor nem marad még? Tehát ez a kíváncsiság nem hajtja? Nem, hát akkor láttál bele valamit, amit eddig nem. Igen. Mm-hmm. Ez izgalmas. Igen, lehet, hogy elsőre csak így benézett a szobába, megijedt, elszaladt, a következő alkalom meg azt mondta, hogy akkor azt ott próbáljuk ki. Nem volt következő alkalom. Oh. Tehát ő azt mondta, hogy örökre elmenekült. Sziasztok, mikor a párommal megismerkedtem, és először volt nálam, a hűtőmet kinyitva szinte felkiáltott, hogy honnan tudtad, hogy szeretem a gesztenyepürét. Csak lestem, és mondtam, hogy ott nincs püré. Kiderült, hogy a denevéreknek tartott lisztkukacokat nézte el. Voltak még hasonló sztorik, denevérkutató vagyok, okoztam pár meglepit neki, üzeni Mészi. Remélem nem kóstolta meg egyből. Denevérkutató. Denevérkutató, és ott vannak a lisztkukacok nála. Nincs születésnapot, fölhívunk. Miért? Hát ez tök jó. Ez nagyon izgi. Szokatlan foglalkozás, első randin kiderült, hogy kandalló építő. Aha. Rögtön felajánlott, hogy épít nekem is egyet. Mondtam, hogy én panellakásban élek, azt mondta, hogy oda is meg tudja építeni. Nem volt folytatás, de nem a szakmája miatt. A kandalló építő, aki minden áron kandallót akar neked építeni. Kivezetést nem tudunk csinálni, de szép az magába is. Sziasztok, megismerkedtem egy jogászlánnyal, mint kiderült, a munkahelye, kettős pont, NAV, vagyonosodás vizsgálati főosztály. Uh-huh. Én vállalkozó voltam, második randi nem volt. Ember még ilyen gyorsan nem tűnt el. Ezt sem értem egyébként. Hát ez csak gyanús, persze. Abszolút. Sziasztok! Tágabb baráti körben találkoztam egy lánnyal. Akkor készült egyetemre had- és biztonságtechnikai mérnök szakra. És basszusgitározott. Mondom, de vagány csaj, egyszer ilyen feleségem lenne. Pár évvel később elkezdtünk randizni, majd megkértem a kezét, 5 éve házasok vagyunk, Tamás. Wow! A basszusgitáros, haditechnikai, biztonsági mérnök. Na még egy. Zenetanárnőm. Sziasztok, 16 éves voltam, tehát zenetanárnő. Izabellának hívták, egy bombázó volt. Különösen a tüdeje külső része volt fantasztikus. Az első randin kiderült, hogy piszton szakon van a zeneiskolában. Néhány hónapig tartott a szerelem, majd elhagyott Slamovicsért, az Edda szólógitárosáért. Érte, hagyott el? Igen. Jó, Ádámmal játszunk egyet. Hello, Ádám, jó reggelt! Sziasztok! Jó reggelt! Hello. Ádám, szerintem vágjunk bele a játékba, mutatnánk neked ezt a kis hangocskát, jó? Rendben. Figyelj! Ilyen mal munkáiból lett muta össze. Egy alkalom nagyon-nagyon élvezni állító, és elkezdtem foglalkozni velük valami is. Vasalb. Egy, azt éreztem, hogy est már lélekből. Ez a Rékosi Károly. Igen! Egyik alkalommal Vas Albert munkáiból állította össze ezt az emlékműsort. És elkezdtem nagyon-nagyon élvezni a velük való foglalkozást, mert azt éreztem, hogy lélekből jön. Gratulálunk! Köszönöm, már nagyon várom a sapkát, mert már lefagy a fülem, már annyiszor telefonáltam. Jaj, de jó neked! Hát illetve sajnálok, de jön a sapi, gyönyörű szép. Így van, nagyon szép sapka, és lehet, hogy egy picit csúszni fog, úgyhogy ha áprilisban ér oda, akkor is hord azért légy. Nem baj. Miért érne oda áprilisban? Március eleje van. Hát azért egy 3 hetet lehet rá kalkulálni, még hogy odaérjen. Lassú sapka. De nagyon szép. De most kéne, hát látod, hogy esik a hó, szakad a hó. Hát, ha most húznánk a fejére, az is késő lenne. De korábban kellett volna játszani. Hol van a fejed? Hát nem, próbált, azt mondta, próbálta. A sapka kell. Már hogy olyan 2 hónapja próbálom. Hát igen, Gyuri. 2 hónapja, pontosan jókor csinálta, hogy télen és legyen sapka. És hányan szeretnének 5-ös nyerni a lotton, és hány éve? Ugye ez ilyen? Hát, szerencse. Igen. Ádám, hol van most a fejed? Hódmezővásárhely. Ó, nem lesz sapkád. Érte, lesz csak áprilisban. Tartsd addig meleg helyen a fejed. Jó. Ádám, köszi. Ja, igen, hogy pontosan. Mi legyen még? Bögre, vagy? Bögrét szeretném. Bögre. Jó, akkor okay, így rendben. Lesz. Sietünk vele. Hívnak majd a Krisztiék. Jó, köszönjük szépen. Köszi. Sziasztok. Szia. Hello. Hódmezővásárhely. Szegény. Én ott születtem. Hát ez most akkor hogyan ide? Hát itt csak Hódmezővásárhely, el akartam mondani. Jó, hallgatok. De most mindenki elmondja, hogy hol született, akkor igen. Sose érnénk végére. Igen, de én tudom. Jó, Lacika, te hol születtél, akkor kezdjük. Budapest. Jó, Gyuri, te? Pécsem. Laci? Kiskuhalas. Én Budapest. Te, Anett?
hogy ezt... Hogy mondjam, hogy megint Budapesten született. Na jó, jövünk vissza, és Váhi Pista, ugye tegnap cseréltek Vogával, autós témája következik. Nem akarom hosszúra nyújtani, arról beszélünk majd, hogy a jövő üzemanyaga, autóról beszélünk, nem az elektromos autó, az elektromosság lehet, hanem a hidrogén. Amitől ugye félünk, mert a hidrogén az veszélyes tud lenni. 9 óra 12 perc, jó reggelt mindenkinek, sziasztok, és hello Laci. Hello Bocsi, jó reggelt. Hello Gyuri. Jó reggelt, jó reggelt, szia Anett, hello. Jó reggelt, sziasztok. Jó reggelt, Váhi Pista gondjaink vannak, jelzem. A drága jó Pista, aki különböző más elfoglaltságok miatt ugye cserélt tegnap Vokcival, és ezért volt tegnap Voga, holott Pistának kellett volna lennie, de aztán az elfoglaltság valamikor véget ért, mi találkoztunk vele, mert ugye a hashtag bocskorban együtt forgattunk Pistával. Így van, ott volt, és meg is beszéltük egyébként, hogy ma reggel találkozunk a vonalban. Ma reggel találkozunk a vonalban, most nem tudjuk elérni. Szóval Pista tudott róla, mi van Pistával. Most a Gyuri azt hiszem, hogy felvette vele a kapcsolatot, megnyugodtunk. Közben egy pár SMS-t még felolvasok nektek itt az előző témánkkal kapcsolatban. Sziasztok! Én egy alacsony, filigrán, hosszú, sötét, barna hajú, kék szemű lány vagyok. És patológusnak tanultam. Mindenki megdöbbent, de ez is egy hivatás. Szép napot nektek, Emi! Igen, hát a hosszú haj valószínűleg mi félrevezető. Nem, hogy egy cuki csaj és egy ilyen szakmája. Oké, szia Bocsi, megvan még a kis piros zongorád? Ütősek lennétek Gyurival egy műanyag szakszofonnal együtt reggelente, a zenénétek egy kicsit. Hát ütősek, az biztos. Ez lenne az első jelző. Igen, akkor a kis menyem pilóta és oktató is. Ja, és 30 éves. Uh-huh. A kis menyem. De édes. Igen. Igen. 30 éves oktatópilóta nő. Annyira vagánya, ha 30 évesen már odáig eljut az ember, hogy oktató lehet. Hogyne, persze, simán. Tehát annyi gyakorlat megvan. Persze, aha, simán tud lenni. A McLaren-es Egerben, Zserára Pék Fehérgyarmaton, Csibi és Kecskeméten, Pszichó Debrecenben, Depardieu Budapesten, Joci a Bordiller Miskolcon született. Már csak az a kérdés, hogy Anett hol. De legalább most már mindenkinek tudom, hogy ki hol született. Jó, oké, legalább valamit elindítottál megint. De igen, mások is írtak, nehogy azt hitt, hogy csak ők egyedül, csak itt valaki összefoglalt az övékét. Mindenki írta, hogy hol született. Köszönjük. Kösz szépen, Anett, igen. Aztán még egy, sziasztok, a denevér kutató Mészét ismerem, de ő még ráadásul kertészmérnök is, és nagyon jó fej. Egy kertész iskolát és bemutató kertet is csinált, tanfolyamokkal, gyerekeknek, felnőtteknek, bakonypöröskén üzeni nekünk, wow. Zsolti a forrasztó. Na. Akkor benne is megvan ez az igény, mint Laurában, tudod, hogy terjessze a kultúrát, a szakmáját. Tök jó. Igen, de ez nagyon helyes, ez a fölment hozzá gesztenyepülés csávó. Igen. Ez a denevérjeinek van. Nagyon jó. Na végre előkerült a Pista. Szlovákiának túl jó volt, de nálunk megtalálta a helyét. Ő a járművekkel suttogó Váhi István. Na végre... Suttog. Hát ugye, szakad a hó, képzeld el, és vezettem. Olyankor nem veszem fel a telefont, mert most nagyon sokan voltak, és mindenki egymásba ért, és hát visszajött a tél, de most már rendben van. Már itt vagyok az irodában, és szeretettel köszöntök. Én is téged. Minden kedves. De neked nincs az autódon ilyen kormányon, egy ilyen telefonfelvevő gombocska? Van, viszont tudod nagyon jól, hogyha kihangosítón keresztül beszélek veletek, akkor mindig rossz a vétel, minden, aztán a Gyuri 15 percen át magyarázza nekem majd, hogy ez miért nem jó így. Ez így van. De ez így van, ez így van. Úgyhogy kivártam, most már itt vagyok, és örömmel jelentem be, hogy ugye az, amiről már egyszer beszéltünk, hogy a Nyíregyházáról induló magyar vonatkozású forradalmi technikát felvonultató szupersportautó gyártásához most már megindul, bejelentették hivatalosan is, hogy a Bach Motors, ugye Bach Tibi barátomnak az álma, az most már aláíródott minden nagyon fontos szerződés az olyan jellegű stratégiai partnerekkel, mint például a McLaren, wow, vagy Ian Callum, aki, ugye ezek nem kis cégek, nem. Ugye Ian Callum volt éve. És akkor egyébként ironizáltunk egy picit, nem? Igen, én továbbra is a Tibivel vitában vagyok a nevet illetően, de ez csak egy ilyen csipkelődés dolog, ugye a kincsem lesz az első autójuk, de ugye a jövőben még nyilván szélesítik a palettát, de nem is ez a lényege az egész projektnek. Hát de ez a lényeg.
Ez hogy mondod ki angol, Kingsman, vagy mi? Figyelj, igen, most ebben nem menjünk bele, én a Tibivel órákon át vagyok képes vitázni ezzel. A vége az lett, hogy ha lefordítjuk angolra, akkor igazából egy pszichopata, dobott elmű hobbit jut mindenkinek eszébe, mert a My Precious az ugye a gyűrűk urából a Golamnak a sztoria. De nem is ez a lényeg, legyen meg. Igazából ami nagyon fontos, és ami két dolog nagyon fontos. Egyik az, hogy meg tudod csinálni még úgy is, hogy Nyíregyházáról indulsz, és nem egy alárendelt szerepben, hanem mint egy novátor úttörőként mutatod meg a többieknek, hogy igenis van itt egy olyan agyi kapacitás, amivel hosszú tárgyalások, meg kemény munka után be lehet hozni egy olyan forradalmi új technológiát, ami ugyan már 2008 óta létezik, ugye ez a Plasma Kinetics nevű cégnek a találmánya, de úgy kérdezik, ez egy amerikai cég, 2008-ban jelentették be erre a szabadalmat, és azonnal lecsapott rá az Egyesült Államok szabadalmi hivatala, mondván, hogy ez katonai titoknak minősül, mert nyilván a katonai felhasználásra is alkalmazható. Amit a Bach Tibi csinál Nyíregyházán a garázsban? Nem, ő nem Nyíregyházán van, ugye a cég a Svájcban van. Jó, de most már elvesztettem a fonalat, drága Pista. Most akkor tudni akarom, hogy mi az a készülő? Lerövidítem neked. Igen. Ez fogja hajtani az autót. Ez egy olyan dolog, ami... Ez egy motor. Nem, ez egy olyan energiatároló, ez egy hidrogénhajtású autó lesz, ami ugye a jelenleg elterjedt hidrogénhajtással ellentétben sokkal egyszerűbb, mert például nem kell komprimálni a hidrogént hozzá, nem kell összesűríteni egy nyomás alá tartályba. Nagyon gyorsan cserélhető, úgymond tankolható, hogyha szabad ezt az avítás kifejezést használni ennél a projektnél. És a Tibiék az egyetlenek, akik megkapták az engedélyt arra, hogy ezt autóiparban felhasználhassák 500 kW-os teljesítmény határig, ami nagyjából 800 lóerő, azért azzal már előzni lehet. A lényeg ennek pedig az, hogy ugye jelen állás szerint az üzemanyag cellás autó az úgy működik, hogy nagyon sok energiával előállítod a hidrogén, amit aztán nagy nyomás alatt beleraksz egy nyomástároló tartályba. Igaz, hogy kevés kell belőle, nagyjából 5,5 kiló, amivel a jelenlegi tüzelőanyagcellás autók üzemelnek. Viszont ugye ez nagyon sok energiába kerül. De megbonyolítja az egész folyamatot, és megdrágítja, egyáltalán nem biztos, hogy az energia mérlege az a végén pozitív lesz. Mm-hmm. És ennek a cégnek a találmánynak az a lényege, hogy az emberi hajszálnak a tizede vastagságú, nagyon vékony grafit film vagy hordozót a légköri nyomáson, ugye ez negatív töltés hordozó, ez fölveszi a hidrogént. Simán légköri nyomáson, semmi spécit nem kell vele csinálni. Úgy képzeld el, hogy mint egy CD-lemezt. Amikor ezt megvilágított fénnyel, ugye pozitív töltés lesz, és felszabadul belőle a hidrogén. Ez egy nagyon-nagyon egyszerű... De honnan szerzi a hidrogént? Az vízben van, levegőben nincs, nem? Igen, ez jól látod. Ezt, mivel nem kell költségesen előállítani és nagy nyomáson tárolni, mondjuk gáz segítségével, ezért tulajdonképpen ezt a hidrogént otthoni kis hidrogéngenerátorok segítségével is lehet majd használni, illetve kinyerni. De a legnagyobb hozománya az, hogy nagyjából a negyedébe kerül majd ez az egész projekt ugyanannyi energiát tud tárolni, negyed olyan áron, mint a lítium-ionaksik, ez nagyon-nagyon fontos, és sokkal könnyebb lesz. Egy 168 kilós, ezt úgy hívják, hogy filmtekercs, így nevezik, egy 168 kilós filmtekercs nagyjából egy 20 tonnás teherautónak több mint 900 kilométeres hatótávot biztosít. Na ez a beszéd! Most értelek! Az nagyon-nagyon komoly dolog, ráadásul, mivel ez egy ilyen kazettaszerű cucc lesz, ezért kihúzod, berakod az újat, és mész tovább. Nagyon gyorsan cserélhető. Tehát otthon előállítom a hidrogént, mondjuk egy hasonló készüléken, mint most ez az illatos párásítóm otthon, és... Hát egy kicsit drágábbal, de igen. Hát, és vagy, illetve és ha nem is állítod elő. Ez a grafit filmes valami CD-s kazetta, ez begyűjti a hidrogénemet, és egyszerűen otthon a garázsba kicserélem a kazettát, ugye ez a lényeg? Hát csak nem is otthon a garázsba, de gondolj bele, hogy bemész egy ilyen kvázi tankoló állomásra,
kihúzod a kazettát a kocsitból, beteszed, kiveszed az ujját, és visszarakod az autódba. És azért fontos ez, mert ez olyan alapon működik, nagyjából úgy fog működni, mint amikor most a gázpalackot, hogy igazából te cseréled, hogy igazából te a palackot megveszed, te csak a gáztöltetél fizetsz, mert amikor ez a hidrogén felszabadul, amikor ez a hidrogén felszabadul ebből a filmből, ott ugye a 150 ilyen ciklust bír nagyjából egy ilyen film, az nyilván kevesebb, mint ahány töltési ciklust bír egy akkumulátor, de mivel ott deutériumot köt le, vagy deutérium nehéz hidrogén lesz ebből itt a film tartalmaz, innentől kezdve nehéz hidrogén, ezért azt értékesítik magyarán az egész process, az egész sztori nullás költség igényel dolgozik, érted? Szóval amennyit te kiveszel belőle, annyit visszateszed, hogy lényegében csak a kazettát fizeted ki. Mert maga a töltet folyamatosan, ahogy az alatta, hú, de nehéz ezt elmagyarázni, az alatt a folyamat alatta, hogy ugye a hidrogén felszabadul belőle, ott deutérium is termelődik, amit pedig el lehet adni. Ez harmadjára se értem ezt a delériumos szót. Ez mindig az okoskodó újságíróknak a sajátja, amikor idegen szavakkal bombáz, szőnyeg bombáz, és a tudat... Az kémiai jelen. Képzeld, hogy én mondjuk, nem tudom, együtt vagyunk, partika van, én iszom egy kamparit, én leteszem az üveget, és az alján sárdoné keletkezik ettől, hogy én megittam. Ebben most miben vagy? És ezt a sárdonét te el tudod adni pénzért, vagy ezt tőled pénzért megveszik, ezért sokkal olcsóbb lesz neked maga már az új kazetta. A hát ha szerinted Campariból sárdonét csinálni olcsóbb, akkor le a kalappal. Tehát itt számoljatok, barátaim. Ugyanannyi energiát tárol sokkal kisebb területen, meg sokkal kisebb tömeg mellett, mint a lítium-ionáksik, és sokkal könnyebben manipulálható, nem kell hozzá nagy nyomás megcsapódni. Nyugodj meg, Pista, én most fogom a kezed, és kérdezek, jó? Na, legyen ez így. Tehát ez... 4 elektromos motorja lesz a kocsinak. Hadd kérdezek. Tehát, hogy ezt a baktibiek találták fel? Nem, ezt egy amerikai cég. Amerikai cég. Mi a hadititok? Gyors kérdés, gyors válaszokat kérek. Mi a hadititok? Hát, hogy mondjuk ezt rakétahajtásra lehet használni, ezért 2008 óta rajta tartották kezét az amerikai kormány. De most odaadja a tibiéknek. Nem, csak feloldottak bizonyos korlátozásokat. Tehát megvehetik a tibiék. Meg is vették. Megvették. És amúgy ők a McLarennel dolgoznak valamin, ami egy autó, ami szép és sportos? Nagyon, nagyon szép. Ez a Ian Callum, aki ugye a Jaguar főforma tervezője volt, ez így általában tervezett autó, bár létezik a kocsi, csak akkor még egy 12 hengeres motort terveztek bele, ez lesz átdolgozva, ez egy nagyon szép vonalú sport. És tibiék ezt az amerikai hadititok kazettát beteszik ebbe az autóba, ugye? Így van, ők ki fogják fejleszteni azt a hajtásláncot, ami ezt, szóval már megvan, igazából a villanymotorok megvan, most már csak igen, ezt fogják használni. Brutál szép az autó. Közben nézem a fotókat, brutál szép ez az autó. És jó, és akkor ez gyakorlatilag kilőheti a piacról az elektromos autókat. Figyelj, valamilyen szempontból igen. Igen. De ez ugye jó, a hidrogénhajtás az nagyon jó. Nagyon kevés, kicsi tömeg mellett, nagy energiát viszel magaddal, nagyon gyorsan cserélhetően. Ugye ez a jövő. Én abszolút látom, ez egy fantasztikus dolog. És ugye már ki vannak dolgozva azok az eljárások, aminek segítségével. Ez egy egyszerű konténer benzinkúton, úgymond egy tankolókúton cserélhető kazetta lesz. Mint amikor egy elemet cserélsz egy autóba, hát basszus kell lenni, jó? Nem, Pista, hadd kérdezzek valamit. Igen. Jól emlékszem arra, hogy az én kémia tanárom áramot vezetett vízbe, és akkor ott az egyik kijáraton hidrogén jött ki, a másik kijáraton oxigén? Vagy igen. Hogy ez, de ha beledobom a hajszállítomat a kádba, akkor abból nem lesz hidrogén. Igen, abból rosszul jössz ki. Igen, abból nem jössz ki más sehogy. Jó, tehát akkor nekem kell ez a kütyű, hogyha hidrogént akarok otthon csinálni. Igen, csak a igen, de igazából nem lesz rá ingerenciát, hogy hidrogént csinálj otthon, mert bemész egy kútra, kihúzod a tekazettát az autóból, kiveszed a másikat, bedugod, azt mész a dolgodra tovább. Jó, akkor a hatótávod lesz, hogy... Sejtem-e, hogy jövedéki terméknek fog minősülni a hidrogén? Hát figyelj, az, hogy melyik állam hogyan áll hozzá, az már egy másik dolog. Lehet, hogy ezek után, a kazetták után gondolom különböző kapacitásúak lesznek, fog majd kelleni jövedéki adót fizetni, de az biztos. Ami nagyon-nagyon fontos, hogy ezt a hidrogént innentől kezdve, hogy nem kell sűríteni, hogy hát ez hogy a szép folyósítani,
innentől kezdve megújuló energiaforrásokból, források segítségével tudod előállítani, mert kimarad ez a nagyon költséges folyamat az egész gyártásból. Érted? A sűrítés, cseh folyósítás. Ez nincs. Ez óriási. Hát figyelj, Pista, most... Én is ezt mondom, ez egy fantasztikus dolog, én nagyon-nagyon várom, hogy hogyan fog működni ez a hajtáslánc. Én Tibivel beszéltem tegnap előtt, nyilván örülnek, nyilván boldogok, és egész jól haladnak már azzal. Hát nézd, megnézed, mert a villanymotorok adottak. A hajtáslánc az már nem gond, az már figyelj, hát ahol van energia, csak rá kell kötni egy láncot, fogaskereket, egy tengelyt, nem olyan nagy, nagyon olyan nagy izé. Gondolj bele, hogy milyen szabadságot ad ez az autó tervezőknek, mert nincsen egy nagy, hatalmas akkumulátor csomag, amit fixen az autóba hát kell berakni, hanem hálá jó Istennek, végre ismét különböző autókkal járhatunk már. Ez jó lesz a pick-upokban, munkagépekben, mindenben. Fantasztikus dolog, én nagyon-nagyon drukkolok ennek az egész technológiát. Én is, meg akarom ismerni. És tök jó, hogy egy magyar sráchoz kötődik. Hát persze. Összehozzák vele. Nagy vagy, Pista, köszönjük szépen. Hát jó hétvégét, ez óriási hír. Ölellek titeket, jók legyetek ti. Köszi szépen, bye Pista, szia! Muszáj volt beavatkoznom. Mert te is már tisztába aludtál. Kerültünk. Na jó, de én értettem. Tehát én megértettem, én ledöltem itt a pultra aludni, azt hagytam, hogy te küzdjél a Pistával, meg a hidrogénnel. De ez a delérium, az már borzalmas volt. Deutérium, te. Azért kellett kérdeznem. Na. És aztán jött a Kámpár is példa, hát akkor hirtelen gyorsan mások is felébredtek. Ne csodálkozunk olyan kémiai órak után, hogy hajszárított dobáltatok az akváriumba. Csoda, hogy kellett a hidrogén. Nagyon. Ja, jövünk vissza a mai nap legjobb pillanataival mindjárt, és ez egy gyakorlatilag egy szülinap köré érdekel, vagy a szülinap köré kerített nagyon érdekes vita téma volt. Ez az örök hűség egy szerelmem van a világéletemben, avagy éljük, ahogy amit az élet kínál. Azt használjuk ki. Annak kapcsán, hogy Jon Bon Jovi 60 éves volt a napokban. És nem csak, hogy 60 éves volt, de ez azt is jelenti, hogy már 40 éve együtt van a gimnáziumi szerelmével. Ez a Bocskor! 10 óra lesz 6 perc múlva. Na, ez már a vége. Anett, neked köszönhetően a következő SMS-eket olvasnám. Subi, Budapest. Atesza Hegesztő, Szexárd. Schwarz Dávid pedig Keszthelyen született, ő találta fel a merev szerkezetű könnyű fémből készült kormányozható léghajót. Találmányát Zeppelin gróf vette meg annó, mindenki csak a gróf nevére emlékszik már, Wikipédia. Köszönjük. Igen, Keszthelyen találta fel a Dávid és a Zeppelin meg azt mondta, hogy megveszem tőle, Dávid, mennyit kész, ennyit kifizette, és azt mondta, innentől Zeppelin. Igen. Kész. Minden megvesznek a magyaroktól, ami hidrogénes. Láttad? igen, a hidrogén az nekünk megy. Te bocsi, a hajszárító váltóáram, a vízbontás, meg egyenáram. Hetedik osztály kémia. Igen. Jó, hát közzi, hát honnan tudjam ezt? Tehát, mikor volt már a hetedik osztály? Egyrészt mikor volt a hetedik osztály, meg egyébként nem tudom, milyen tanulmányban olvastam, meg és volt-e? Nem fogok tudni pontos százalékot mondani, de nagyon-nagyon magas százaléka az, amit az iskolában tanulunk, el is felejtjük. Tehát feleslegesen tanuljuk meg, mert mi után nem használjuk, teljesen törlődik, de teljesen. Nekem a fizika és a kémia nagyjából már akkor törlődött, mikor kiléptem a tanteremből. Nekem is, Gyuri. Ugye? Így van. Akkor aztán... Ennyi, és aztán mi mentünk a kísértés. Úgyján, igen. Sziasztok, bocsi, én pedig Zalaegerszegen születtem, és innét hallgatlak benneteket. Jó volt Pista rovatát hallgatni, bízom benne, hogy talán egyszer eljöttök ide a szülővárosomba, ahol a bumeráng is tiszteletét tette annó Üdv Tamás. Hát különböző akár turnéink során simán lehet, hogy Zalaegerszeg is sorra kerül egyszer. Aztán sziasztok, jó hétvégét, kedvencek! Ja, és én Mohácson születtem, Nagykozári fogvaros. De látod, hogy mennyivel közelebb kerültek hozzánk. Igen. Laci, a rendszeres tűpontos szúrásaid olyan csapattaggá emelt, hogy most már nélküled nem lenne egy egész a csapat. Köszi! Igen. És még egy bocsi, a kísértés kukacát elmentettem örökre, majd használnám, ha megenged, egy jó hétvégét, szuper csapat, Tamás. Persze. Ez bárki bedobhatja magyarázatként, ha gáz van otthon, hogy nem tudtam, mit csinál, kísértés kukaca ott lemegyed. Itt az én tengeremben csak belógatod a kísértés kukacát, mit csináljak? Én éhespont vagyok. Vagy mi az tengerpont? Tengeri pont. Jó, alakul ez. A gyomra koroga valamilyen gyomra, igen. Nem mondd ki. Jó, gyerekek, mi nem bírjuk már. Ezért Vágó Piros új erővel átveszi itt a stafétabotot. Köszönjük szépen neki, és amúgy mindenkinek kellemes hétvégét, és akkor hétfő reggel 6:08. Viszlát!